Kép is van, hang is van, hang is van. Akkor nézzük az aktuális párosítást. Na, ez lesz a párosításunk. Csodás. Hát mi is így vagyunk vele, hogy örülünk, hogy ezt a technikát végre sikerült összehangolni. Nem volt egyszerű. Tehát a mai első ellenfél az Dél-Afrika. Egy nagymester van a csapatukban, de őt ellenünk kihagyták, ami nem baj. Hogyha játszott volna, akkor is úgy gondolom, azért elég nagy esélyesek lettünk volna, de így még nagyobbak. Ez mindenképp egy kötelező győzelem. Hát igen, a tegnapi francia ellen is az lett, az volt végül. Igen. Bízunk benne, hogy kevésbé lesznek izgalmak, mint a francia meccsen. Na most a két Gara játszik a lányoknál, Kozák Ádám, Dorina, és hát ugye Viktor Imi, talán ilyen párosítás pont volt tegnap a franciák ellen. Ugye Anita és Tici együtt egy időpontban még nem játszott. Uh-huh. Na most megnézzük meg. Igen, megnézzük őket. Na, hát lassan kezdődik a forduló. Nézzünk addig egy gyors állást. Így állunk. És ugye ma még hátra van Szlovákia is, aki előttünk van, és Ukrajna is, aki előttünk van. Igen. Úgyhogy... Ez most a Dél-Afrika elleni meccs olyan szempontból nagyon fontos, hogy megadja a jó hangulatot a csapatnak, és egy nagy arányú győzelem esetén jönnek majd, vagy mindenképp jönnek majd ukránok, csak jobb hangulattal kezdhetjük a meccset, ami nyilván nagyon nehéz lesz, mert ukrán csapat egyik legesélyesebb talán az olimpián, nagyon erős összeállításban vannak minden férfi-női ifi táblákon is, és a szlovákok pedig, mint látjuk, jelenleg előttünk vannak, mi jobb csapat vagyunk egyértelműen, viszont mindenképpen ez egy nagyon fontos meccs lesz. Igen, ugye szerintem még Szlovákiának is hátra van, vannak igazából a nagy ágyúk, mondjuk így az azeriek, az ukránok, és mi is. Valóban, de hát ugye a kazak és a spanyol csapat sem elhanyagolandó, úgyhogy hát nézzük, hogy van-e párosítás már. Nézzük is meg. Egy másodperc, ráfrissítünk. És még nem hozták be. Na, semmi probléma, majd úgyis behozza, hogyha elindulnak a partik. Ugye most először Dél-Afrika, utána a második fordulóban Ukrajna lesz az ellenfél. Te valakivel, ugye nyilván az ukránok közül biztos játszottál már. Én, akiről beszéltünk, hogy a Dél-Afrikánál kimaradta egy nagymester, vele játszottam. Vele játszottál? Akkor így... Többit nem ismerem, meg nem is hallottam róla, meg az még érdekes lett volna egyébként, ha jól tudom, akkor ő sakkozott Viktorral, és ha betették volna, most pont Viktor ellen játszott volna, tehát egy érdekes parti lett volna. Ennek de... oka az, hogy Viktorral sakkozott? Nem valószínű. Nem hiszem, nem lehet tudni. Igen. De... Mindjárt meg is keressük, hogy ki ez a nagymester. Igen, ő a Solomon Kenny játszott, onnan ismerjük, mert játszott sokat első szombaton is. Uh-huh. Magyarországon több versen, nem ma, hanem ilyen, nem tudom, 6-8 éve kb. Uh-huh. Eddig... Akkor még nemzetközi mester volt, most pedig már látjuk, hogy eddig nem játszott egy partit sem. Ja, 3-ban 0-át. Hát játszott, csak elvesztette. Vagy elvesztette? Azt mondod, hogy elvesztette? Hát egész dél-afrikai csapatnak nincs sok pontja, ugye egy 6-0-át már összeszedtek. Egyet játszott, azt elvesztette. Az másik volt. Na, hát igen. Nem, itt... Igen, 3-0. 3-0. Azért hát ez... összesen van nekik 2 pontjuk a 18 partiból, tehát ezért bízunk mi is a nagy arányú győzelembe, és el is kezdődnek a partik, úgyhogy nézzük. Igen, eddig Imit és a Ticit hozta be, de aztán szépen lassan behozza a többieket is. Nektek is el fogjuk küldeni a linket. Ha vártok egy másodpercet, akkor meg is keresem. Azért, hogy tudjátok követni a csapatokat. Közben Imitől látjuk, hogy a kedvenc A6-os szlávát játsza. G3-as változatot kapja. Azt hiszem korábban már itt az olimpián volt egy ilyen partia. Uh-huh. Amire akkor így DC4-gyel és B5-E6-tal belépte a gyalogot. Később megnyerte azt a partit, most is hasonlóan alakult az eleje. Imi. Igen.
Tehát bejött, nyilván sötét vagy világos odaadta a C4 gyalogot, amit nem is fog tudni visszanyerni, viszont később akár ilyen E4-ekkel elfoglalhatja a centrumot, vagy típus tervhasonlásokba B3-mal fölszedni, CB vezér B3 és kompenzációt kialakítani. Van, akik hisznek az ilyen állásokba világosan, meg tényleg van, amikor nagyon veszélyes is, viszont vannak olyan esetek is, amikor egyszerűen megmarad a gyalog hátrány, és kompenzáció nélkül. Mm. Most a B5-ös terhelyett, mi látszólag eltér a korábbi partiától, és egy ilyen G6 futó G7-es fölállással szintén befejezi a fejlődést. C4 gyalog az így is nehezen lesz visszanyerhető, esetleg OA5-tel ugye meg lehet próbálni, mert B5-re lóg a C6. Igen. Egy olyan állásban, hogyha ló előtt lócén ugye vissza tudná ütni világos a gyalogot, akkor ugye a centrum miatt kicsit jobb állásra tenne szer, de attól még teljesen játszható állás marad, tehát nyilván 6 lépés után még nem történik. Azt nézem, hogy nekünk csak 5 partit hozott be. Igen, ki hiányzik? Viktor hiányzik nekünk, úgyhogy most megpróbálunk rá frissíteni egyet. Hát, hogy csak ez a probléma. Kérlek, mondjátok meg nekünk, ha ti látjátok a Viktor partiját, mert akkor megkeressük. Mert nekünk a link kapcsán nem dobta be. Úgyhogy megy már Viktor partija is. Hát akkor mindjárt megpróbáljuk megkeresni. Gondolom, hogy kicsit hamarosan. Hát ennyi ember között megtalálni. Nyilván ilyen radzsabobok, ivancsukok, azért itt vannak. A tárgyámat látjuk, de... Itt van. Ott volt. Ott itt van Viktor. Játékban. Na, meg vagyunk. Na, Viktort is megtaláltuk időközben. Valamiért nekünk nem hozta be a linket, de nem baj. Itt. Na, de most már meg vagyunk mind a hatan, és mennek vartuk. Tehát Viktor egy ilyen sündisznovangol felállásban jött ki megnyitásból. Hát most kezdődik itt meg az elméleti csata, valószínűleg Viktor tudja, hogy mi folyik, mert egy nyitásban őt nehéz megzavarni. B3 futó B2-vel lehet felállni, futó G5-ösen lehet felállni. Meglátjuk, hogy mit fog választani. Világos. Nézzük meg a többit is átlagolni. Hát nézzük. Egyébként nyugodtan nyilazz itt a... Tudsz nyilazgatni, jó? Na, Pici egy katalánnal állt elő. Jó, jobb klikkel tudsz nyilazni nekünk. Igen, tehát ez az alapállása a katalán, aki C3-mal sötét vissza szokta adni a gyalogot, mert nem nagyon szokta tudni tartani a C4-et már, mert ugye B5-ökre lóvájött minőséget nyerne, úgyhogy C3, B5-i C3-mal legalább a gyalog szerkezetet meggyengíti, és akkor rövid sánszló B3 futó E7 az a alapállása is az meg is egész változatnak, ami meg is érkezik, viszont ugye láthatjuk az ellenfél már használt 3 percet, tehát látszólag nem nagyon tudja, ez pedig egy olyan változat, ahol hát hogyha sötét nincs képbe, hogy mit kell tenni, akkor gyorsan bajba kerülhet, mert a G2 futó megnyílik, ló B3, nagyon sok terv van világosra, és ló BD4, ló B5-ök vannak C4 céltel, meglátjuk, hogy melyiket választja majd Cici, de az biztos, hogyha úgy tudom, hogy ez a nyitás sötéttel nagyjából kiegyenlít, de nagyon kell tudni, és nagyon sokáig viszont ettől nem nagyon érzem, hogy milyen kéne félni. Jó neve van az ellenfelének. Igen, egy februári Jesse. Igen, futó B6 ez mindjárt egy hiba, mert ugye futó A3-at megengedi, futó E7 ezért kötelező lett volna. Itt már világos jobban áll, bástya D8-akra. Meglátjuk, hogy reagál Tici, akár ló FD4-et is léphetünk, az is mindenképpen előnyös, de később ugye ilyen ló C5-ökkel a B7 gyaloggal is gond lehet. A G2 futónak ugye nincs most ellenfele, sötét C8 futóját nem tudja kifejleszteni, és ezzel ott a G2 futóval ott a nagy átlón nagyon kellemetlen nyomást tudunk gyakorolni a B7 gyalogra, de sötétnek a C8-a van a gond. Tehát azért a fő változat, ugye, ahogy mondtuk, futó E7-re visszatenni, és utána futó D7, bástya FD8-a lenne ideje kifejlődni. Most erre nem hiszem, hogy ideális esetben lesz idő, és mint látjuk, Tici azóta se gondolkodik, tehát ez igen, számára még semmi új nem történt.
hát látszik az álláson, hogy egyértelműen jobb, mondjuk futóval visszajött Bástya D1, és mondjuk futó C7-re egy huszár D4-et lépünk, ugye nem tud futó D7-ezni, mert huszár C5-be benne áll, és sötét nem tudja értelmesen befejezni a fejlődést, emiatt mindenképp itt nagyon kellemetlen. Nagyon jó, nézzük. Plusz 5 perc előnyünk is van. Ami... Alatta. Anita. Igen, Anita, úgy érdekes dolgok mennek. Ivanaszov. Futó F4-es. Hát nem egészen. Igen, ez manapság ugye pont Ricsi. Szerintem Gábor játsza is. Talán Jobov meg Ricsi hozták divatba ezt a felállást, így H4-jel. Igen, ha nem tudjuk, akkor mind a ketten nyertek szép partikat benne. Anita viszonylag gyorsan reagált. Igen, H5-öt nem szokták megengedni, hogy világos tolja. Igen, H5-tel ugye ilyen minőségáldozatok is néha előfordulnak, hogy H5, huszárüti H5, bástyaüti H5, GH, vezér H5, és megpróbálnak kompenzálni, nem feltétlenül van elegendő játék, de hogyha így váratlanul éri az ellenfelt, akkor mindenkit kellemetlen lehet. Anita úgy gondolt, hogy elébe megy és kivédi H5-tel. Ennek ugye a hátrány, hogy a G5 pontot odaadtuk, és világos meg is indul lovával. Hát igen, ugye itt huszár G5, F3, G4. Futó E2 vagy futó D3-ra megy. Világosan. Hát, ugye, amit ott mondasz, logiát, F3, G4 után se látszik, hogy igen, hogy akar tovább jönni. Egyrészt nem kötelező nekünk kijutnunk, G5, H5, és azután se tud tovább jönni. Tehát annyira nem veszélyes a támadás, nyugodtan besáncolhatunk, ami jött is a partiban, és nem kell aggódni, hogy mattot kapunk, mi meg lassan közben C5-tól C6-tal majd kifejlődünk egészségesen, és ezek a H4-H5 lépések nem feltétlenül inkább számunkra kedvezhetnek, meg ez a C3 ló ugye elég furcsán el. A gyalog előtt inkább C3 ló BD2 lenne egészségesebb. Ja, úgyhogy itt is biztató az állásunk, lóvá jött, jött C5, futó E2, ló C6, és akkor világos feladja a centrumát. Nekem mindenképp tetszik már sötét állása, de C5 után pedig még inkább tetszetős, mert vezér ahogy kell vissza fogjuk ütni a gyalogot, ló E4 nagyon fenyeget, ki kell védenie, de ha csak leütjük a C5-ot, akkor is ugye nagy centrum és sötét, vagy a világos tisztek. A mi tisztjénk teljesen egészségesen kifejlődtek már, míg a világos tisztek, ez a C3 ló nagyon rosszul áll, sötét már előnybe került. Vezér D2, és jelenleg itt állunk, mind a két játékos elhasználta 4-4 percet, úgyhogy látjuk majd, hogy folytatódik, de itt is kedvező a nyitás. Na itt valami furcsa dolog, de valószínűleg az embereknek, vagy ellenfelünk elment a netje, vagy valami történt. Ádám, igen, az látszódik is, ott a kis piros rubrikában látható, hogy, ja, hogy rossz a netje. Uh-huh. Igen, igen. Ez nem baj, lehet, hogy egy kontumálással kezdünk. Hát Ádám egy kicsit így felnélegez. De már nem is kontumálás. Na most lépett. Visszajött. Igen, viszont nagyon gyenge még mindig a... Igen. Hát igen, hát ez Ádámnak igen, ez egy egyébként jó, jár, de is. Ugye egyébként Ádámnak 7-ből van 6,5 pontja. Igen, ez valószínűleg folytatja a sorozatot most igen. Ez a netes kilengés ellenére. Nem hiszem, hogy megzavarta volna, sőt. Igen. Hátra dől, hogy hát gyerekek. Igen. Én vártam. Na nézzük meg a Dorinát. Ez egy E3-as nimzó volt. Itt is nagyon elfelültek a dolgok nagyon hamar. Sánc, ló E2, C5, A3. Ezt így A3 és most futó volt, mert alapból itt sánc helyett C5-tel szokás kezdeni, és ló G2-re B6, A3 futó volt, hogyha ezt a változatot akarjuk játszani. Most így, hogy sánc, ló E2, C5 és A3 futó volt, most annyira nem világos nekem, hogy D5-i C5-re mit akarunk lépni, mert következőben D4-el bevédik a gyalogot. Tehát félrecsúszott nem, nem az jött, de itt szerintem mi összekevertünk valamit a nyitásban, mert D5 az egy gyalognak tűnik számomra. Tehát nem véletlenül kezdik C5-B6-tal sánc helyett, amikor ezt a futóval ötöt akarjuk játszani. De az ellenfél D5-öt lépett, aminek természetesen örülünk, és azonnal ez a B5 nagyon egy tetszetős lépés. Azonnal fölrobbantjuk a centrumot, világos ugye nincs, mi már besáncoltunk, világos ló E2-n, futó F1-en. Rengeteg lépésre van szüksége, hogy befejezze a fejlődést. Ez alatt mi ezzel a gyors B5-tel már azonnal aláaknázzuk a centrumját, és szerintem itt már világos azonnal bajba is van. Tehát itt mutatja egy összekevert változat, tehát D5-öt véletlenül megengedtük, mennyire jól sült el,
Na most egy B5-öt tudunk lépni tempóvesztés nélkül. És itt már kellene menni C5-i B5 huszárral ütöttünk. Nekem az ED is szimpatikus lett volna. Hát, ha itt D4-gyel föl tudjuk robbantani az állást, ugye a királya egyen van, nyitni kéne a centrumot. D4 bástya E8 és gyorsan megmattolni, de ló D5 is mindenképp jó, itt is elugrunk a ló és úgy lépünk D5-öt. Ez is tetszetős, futó D2 A6, nagyon volgacselesen vagy benkőcselesen próbáljuk előadni. A6 mindenképp számításban jön, ugye az még egy plusz értelme a lépésnek, hogy miután a B5 gyalogot felszedjük, a B8 lovat a legideálisabb helyre C6-ra tudjuk kifejleszteni, plusz a futó A6-on szintén nagyon kellemetlenül áll. Ugye világosnak komoly gondjai lesznek itt azzal, hogy befejezze a fejlődés, valahogy rövid csáncot lépjen. Azért ez az A6 egy abszolút logikus lépés. Kérdés, hogy ez ilyen konkrétumokra lóüti D5 után mi fog történni, de nem nagyon tűnik úgy, hogy ettől meg kéne aludni ló D5 LD. Hát szóval mindent fogunk. Sötét nagyon jól áll B a futó, a tempóra kifejleszt minket. Annak is örülünk, most már csak a lovát kell kitennünk, C6-ra látszik, hogy minden figurán kint van, ezzel szemben a világos tisztek pedig nagyon el vannak maradva, huszár D5 LD, bástya C1, és akkor itt gondolkodik Dorina, 5-5 percet már elhasználtak, pontosabban egy kicsit többet, D6, nagyon szolidan adjuk elő. Itt már ugye ennyire el van maradva az ellenfél fejlődésbe, itt sokszor ugye arra is gondolhatnánk, hogy nem feltétlenül ilyen gyalog megvédés, hanem az állás kinyitása valahogy D4-gel, elég csábító mondjuk itt azonnal egy D4-et lépni, tehát nem foglalkozni a gyaloggal, hanem tényleg csak az E1 királyra koncentrálni, amíg az ott van ezekkel a E2 ló F1 futó H1 bástyával, addig nem feltétlenül kéne gyalogokkal foglalkozni. Nekem konkrétan ez a D4 nagyon szimpatikus, ennek tűnik, nem hiszem, hogy világos túlélhetne egy ilyen támadást azután, de D6 természetesen szintén sötét így is hát nem hiba, de lehet, hogy lett volna egy erősebb. Igen. Meg a... Itt közben jött egy egészen érdekes komment, hogy nem tartják korrektnek azt, hogy az Ádám ellenfelének elment az internete, és hogy ennyire nagy időhátrányból indul. Ez az online világnak a hátulütője, hogyha olyan helyen vagy éppen a szolgáltató. Ugye legutóbb pont itt voltál, Csabi, amikor mi is így jártunk, hogy elment a net, a szolgáltatót kihívtuk, nem történt semmi, és ez megtörténik sajnos. Igen, meg hát vannak ugye a országok, ahol kevésbé és Afrika annak. Egyébként Afrikában sem egy túl informatikailag nincs fejlett ország, úgyhogy ilyen szempontból nem tudjuk, hogy mondjuk ő éppen még országból van. Tehát itt közben, ahogy láttuk, itt D6 után gondolkodott Viktor, a B3 vagy a futógiértes tervégű futógiért, ló B5-t és gyors ló B5-tel azonnal rátámad a visszamaradt gyalogra, kikényszeríti ezzel a D5 lépést, viszont D5-re itt ugye, hogyha ez sötét jól meg tudja lépni, kiegyenlít, viszont erre látszólag jól fel vagyunk készülve, ugye már bástyánk D1-en, itt is, ahogy a többi dél-afrikai játékosnál is láthattuk, hogy a fejlődést ezt eléggé nem veszik komolyan, és itt is el van maradva. C5 azonnal nyílik az állás, és mi javunkra. Sötét elvelőt, amivel gyakorlatilag aláírja, hogy belemegy egy rosszabb állásba, mert ugye izolált gyalog, B7 futó nagyon vacak. A kritikus lépés az mindenképp huszáröti D5 lett volna, megpróbálni tartani a szerkezetet, és hogyha túléli az azonnali gondokat, sötét, akkor kiegyenlíthet, viszont ebben a helyzetben nem hiszem, hogy ez sikerült volna neki. Mondjuk huszár délt, futóúti E7. Ugye a huszárra nem üthetnek róga D7. Igen, kötelező vezére E7, nagyon gyanús állás, E4-re még ló F6-ot tud lépni, akár ott egy E5-öt betoljuk, ahhoz, hogy ne veszítsen tisztet, vissza kell menni ló D5-re, és csak betesszük a lóunkat B5-ről D6-ra, akkor is fölényesen állunk. Tehát azonnal B7 futó bajba kerül, el se lehet jó helyre vinni, futó C6-ra menne bástya C1. Bástya C8 sincs, mert ezt fogja a huszár. Igen, hogyha ott a ló D5 futó E7 vezére E7, E4, ló F6, E5, ló D5, ló D6-os állásba futó A6-ok jönnek, akkor meg ugye az F3 lóval el tudunk menni, vezére van egy kettős támadások, úgyhogy itt ezért nem tudott lóval ütni. Viszont így, hogy elvel ütött, valószínűleg kötelező volt, így ez egy sima plusz egyenlős állás, ugye izolált gyalog, és ahogy mondtuk, ez a D7 futó nagyon rosszul áll.
Do C3-ra jött, ugye az izolágyalogot jobb blokkolni, és nem vezérrel kell, hanem lóval, hogy, ez a, hogy miért nem ló BD4-re ment Viktor, az, annak az az oka, hogy a F3 ló fog majd D4-re menni, és a másik ló a B5-ről pedig támadja azonnal a gyengeséget, tehát ló C3, vezért hamarosan vissza fogjuk hozni, majd ló D4 jön, ló F5-ök fenyegetnek, majd D5 gyalog támadását, tehát ez egy nagyon kellemetlen állás sötét szempontjából, itt is elejénbe kerültünk minden partiba, látható, hogy nagyon jól jöttünk ki a nyitásokból, és bízunk benne, hogy egy nagy arányú, nagyon nagy arányú sima 6-0 is összejöhet még. Utol C5, igen, most megy majd el a vezérrel, és akkor jöhet utána a ló D4, nézzük meg a többit is. Igen, közben itt írtuk, hogy megpróbáljuk majd behozni a játékosokat, ezzel majd megpróbálkozunk egy kis időre. Erre kérek egy kis türelmet, addig pedig az IMI partiját kérlek. Jó, tehát a IMI-nél az ellenfél a vezérszárnyon jól áll, mert sikerült A5-tel leblokkolni a gyalogjainkat. C7-B7 a gyalog szerkezetünk nagyon gyenge, B7 gyalog gyenge, és a C4 gyalogot látszólag el fogjuk veszíteni. Ekközben ki tudtuk cserélni, kifejlődtünk, ugye kicseréltük a G2 futót, plusz néha ló G4-ekkel megmattolhatjuk az ellenfelt, hogyha az L2 vezér elmegy onnan, mert most még ló G4-re F3-at tudna lépni. Tehát most a ellenfél fenyegetősen ló üti B7, meg akarhat bástya A4-et is lépni, bástya C4, illetve bástya B4, bástya B7 tervével. Most erre nekünk föl kell készülni. Ami így, most nem láttam a képernyőt, de ami így nekem elsőre eszembe jut, az egy ilyen ló D7 folytatás lehet. Az a baj, hogy ha sötét akarja ló üti D7, bástya D7, vezér üti C4-gyel visszanyerheti a gyalogot, mondjuk akkor teljesen jól állunk, E5-tel fölrobbantjuk, és a C1 futó nincs kifejlődve, ott jobban állunk. És a ló D7, ló üti B7-re pedig bástya B8-at akarnék lépni. A B7 ló el van kapva, muszáj C5-re visszamenni, amit leütünk, és szintén nagyon jól állunk, mert a D4 gyalog kijut C5-re, viszont a C1 futó nincs kifejlődve, B2 gyalog lógni fog, tehát jól látunk volna. Eljött Timi, jött E5-tel, ami szintén egy csábító lépés aláaknázni. D üti E5, huszár G4, F4, az a kérdés, hogy ott mit tervezünk lépni. Ugye az E5 gyalogot azt jelenleg bevitte világos, meg a H2 sem lóg, tehát DE5-re mi lehet a tervünk? Huszár G4, F4. G4. Igen, és F4 után. Uh-huh. Vagy DR-re, nem, DR-re ló D7. Nem tudom, inkább előre kéne menni, de csak F4 után nem tudom, hogy mi mit akarunk. F4 után lehet, hogy na mit te? D-e? Jó, ló D7-et léphetünk, és akkor szerintem semmi bajunk nincs, csak jobban se hiszem, hogy állunk. Hogyha E5-et nem léptünk volna, szerintem ló D7 egy tiszta, nagyon tiszta előny lett volna. Így meg nem volt egyetlen. Viszont az ellenfél igen B7-re ütött. Igen, és már most sikerült IMI-t behozni, ugye Zoom-on vannak követve a játékosok. Uh-huh. Ugye, aki megszólal, vagy belemozdul, vagy zörög, ugye őket tudjuk most igazából behozni. Sajnos a Zoom-nak ugye ez mondjuk így egy plusz funkciója, hogy aki így zajosabb, akkor őt veszi elő a kamera. Uh-huh. Úgyhogy ezért külön most Anitát, Ádámot, Dorinát, vagy bárkit nehéz így célzottan behozni, de igyekszünk. Most lehet, hogy bástya D5-öt tervezni, esetleg néha átdobni H5-re, igen, bástya D5 jött, azután se fogunk ugye mattot adni, mert bástya H5-re F3 lesz, de jó, felszedjük a D4 gyalogot, azután a G7 futónk sokkal aktívabb lesz, az egyértelmű, hogy az nekünk jó volt. Én nekem továbbra is a ló D7 az jobban tetszik, itt most szerintem világosnak nem kéne nagy baja lennie, még akár egy ló C5-re vissza is mehet, és akkor LD-LD után végre a C1 futó problémája is megoldódik, hogy ki tudja majd fejleszteni, míg hogyha leütik az A6 gyalogunkat, az A5 szabad gyalog veszélyes lehet, de
De jó mindenképp. Igen. Ez az E4 is egy érdekes lépés. Bástyadéni egy F3. És F3-mal kifogták a Huszár G4-et. A Huszár G4-et, futó E3-at megkapjuk Lóci 5-tel, és az az A6 gyalog nagyon gyenge, mattot mi már nem adunk, hogy ez az E4 nagyon jó lépés volt. Most egy Ivancsuk is igen, megjelent. Ez, lehet, ja, viszont bástya B5-et tudunk lépni. Bástya B5 most. E4-re bástya B5 van, és ló D6 E5 D4, ló B5 CB5 minőség áldozat. Ilyen gyalog szerkezett a D4, C4, B5. Nagyon jól kéne állni. Most igen, bástya D4 az nem tetszik F3 miatt, viszont bástya B5 után... hát 20 D6-on kívül más nincs. Ló C5, de mindenképp LD-t ütök. És akkor megint lóg a 20-ár. Igen. De ló D6-ra is LD, az a minőség áldozatban jól kell állni. Jó, tetszik ez a bástya B5. Hogy... ugye bástya B5, Huszár D6, ED, és akkor leüti a C4-et. Lehet, Huszár hogy inkább C4, nem a... akkor... De akkor meg egy anyagilag, hogy állunk? Anyagilag akkor egyenlő. Viszont ott Huszár C4-ek után már D3-at is léphetünk, ugye vezér D3-ra Huszár G4 után, már nem tud védeni, ott nagyon gyanúsan áll. Ugye világos itt se fejezte be a fejlődést. Ez gyorsan kikelt. E bástya D4, ezt nem értem, miért nem bástya B5-et lépünk most F3 után, futó E3 és... hát szerintem menjünk tovább, most ez nézzünk, már igen, itt nem annyira értik, bástya D4 volt a kritikus. A TC, ahogy várható volt, ugye nagyon jól áll, és ahogy mondtuk korábban, a C8 futóval vannak itt a gondok, mert nem tudja befejezni a fejlődést, és így is alakult, futó B6-ra ért egy lócélt, már is a B7 gyaloggal bajok vannak, eljött meg lógért, ugye azt is említettük, hogy a G2 futó átlójel kinyílik, akkor ezt nem nagyon tudja sötét kompenzálni. Hát ez a baj, amit mondtunk itt, hogy a sötét nem tudja, hogy kell pontosan játszani, pillanat alatt bajba tud kerülni, ez be is következett futócélt HG, de alapsorimat miatt nem ütheti a C6 futót, így meg ugye. Hát pozíciósan kész van fekete. Igen, meg hát továbbra is. Ugye nem tud semmi bástya B8-ot lépni, mert lóg az A7 is, B6 futó B7 sem megy, mert lóg az A8, tehát úgy össze-vissza van kötve ott igen, a két átlón. Futó D6-ot akarunk csak lépni, mert futó eltet, és sötétnek lépés is nincs. Jó van, Tici, hajrá, gyerünk! Anita is szintén, hát nem tudom, hogy került a gyalog F4-re, de látszólag ott elég sok pont ki lett gyengítve, és ez a C3-ra továbbra is szennyen el. Olyat nem kéne elnézni, hogy bástya C4, futó G7, király G7, vezérüti C4, valamikor, bár jelenleg még akkor is kicsit jobban állnánk, de egy ilyen jövőben ezt hát igen, mert a változatok végén az E3 gyalog még gyenge lenne attól. Igen, és most még akár egy E5-ön is gondolkodhatunk. Ugye jelenleg a gyalogszerkezetünk nagyon jó, nem szívesen bontom meg, csak hát E5-F-fel futó E5 után az a G3 gyalog meg sötét, vagy világos királyállása annyira gyenge, hogy még ez is elgondolkodható volt. De Anita a futó D4-et lépett, ami mindenképp jobban állunk így is, akár melyik gyaloggal üt vissza. Továbbra is... Rommá gyengítette magát igazán. Igen. Ádám, itt a király indi, ellenfél... Begyorsult. Szerintem semmi problémája nincs. Futó E6, így én nem vagyok királyindé is feketével, de ez így tudnék állni, akkor elég, akkor valószínűleg áttérnék, lecserélném a szlávomat, de nem tudom, mi történt. Jó, később meg fogjuk majd nyúzni az ellenfelet, nem, nincs kétségem a felé, nyilván Ádám sokkal jobb játékos, de nyitás igen, szempontjából nem jöttünk ki túl fényesen itt végül. 3 ló F6. Ezért D6. Az hát az A6 D6, ez nagyon furcsa. C7, E6, D4. Ilyenkor szokás célt futó C4-ekkel játszani, vagy célt ló D2, ló C4-gel. Ez a vezér D6 rámenni az E5 gyalogra, viszont hogyha nem tudjuk leütni, akkor a D6 vezér 1000 tempóban benne lesz, majd ahogy jönnek ki a sötét tisztek. Ez nagyon nem szimpatikus lépés, hát célt adja magát, nézzük. Ilyet nem szoktak lépni egyáltalán. Nem, ilyet nem. Ló H5, sötétnek sötét ugye típus lépéseket, igen. Bástya D1 vezére hat, és visszajöttünk, ez már gyakorlatilag így belátjuk, hogy itt valami nem volt a legjobb vezére hét, hogy a huszát behozza célta, jó játszik sötét itt a... Kijött egy igen, ilyen és elvesztettünk két tempót. Igen, és nincs is nagyon tervünk, most már célt se tudjuk meglépni, ami korábban kellett volna, azért lép itt ugye Ádám egy futó F1-et, de hát ez már egyértelmű, hogy itt nem úgy mennek a dolgok, ahogy kéne.
sötét átjátsz, hogy a D4, F4 pontunk gyenge, és ezeket sötét meg is érkezik alul. Tehát sötét kicsit jobb állásba került nyitás után, lehet, hogy nem is kicsit, hanem nagyon jobb, vagy sokkal jobb, de jó, van ugye az elején elment ellenfélnek 8 perc, igen, az is mutatja, hogy ellenos se tetszik az állása, hogy szinte utolértük, ezt a 8 percet ledolgoztuk, viszont majd később be fogjuk tükközni, azért ez a több száz élő különbség, az majd ki fog jönni. Hát tegnap is mondjuk láthattuk, hogy Ádám a lehető legegyszerűbb állásból is olyan taktikákat hozott létre az ellenfél állásában, hogy azt így igazából nem is tudták kivédeni. Hát itt nem lesz könnyű még megtámadni, mert ugye de most még taktikát létrehozni is. Lesz, de majd megoldjuk. Bízunk Ádámban, eddig is megoldotta, ezek után is megfogja. Darina közben megmattolja az ellenfél, tisztelőnye is van, és támad, nézzük, hogy sikerült. Itt megjött ez a D4 előbb-utóbb, ahogy beszéltük, kinyitja az állást, és hát látszik LD bástyány, csak után, hogy hát véget ért a parti. Király D2 CD10 plusz a... Igen, mert futó L2-re, meg csak simán bástyíti L2, és úgy is tiszt. Tehát igen. Ez még itt már vége volt. Igen. Tehát itt muszáj lett volna az ellenfélnek vezér D2-t lépni, ami egyáltalán még lehet, hogy játszható lett volna, mert nyilván nem cserélünk vezért, elvisszük. Viszont, hogyha vezér B6-ot lépünk, mondjuk kapunk egy ló C3-at, vagy ló G3-at, és egyáltalán sötét világos látszak befejezi a fejlődést, és nem biztos, hogy van baja. Tehát itt ez a D6 nekem továbbra se tetszik továbbra, és hogyha D4-et léptünk volna, akkor szerintem összeomlott volna világos. Viszont hát nem használták ki, és így, csak így hogy nem a vezér D2 jött, így most vége lett a partinak, úgyhogy ez gyors győzelem lesz. Innentől már tisztóra lesz, meg fogjuk mattolni, villám gyorsan. Viktor továbbra is a izolált gyaloggal, D5 is gyenge, ezt a C5-öt is elkapta, nézzük, hogy alakult. Tehát itt láttuk A4-re ment el ezőre, ló D4, ló C6-ot is megengedi, amit először még nem jó meglépni, mert futó C6 vezér C6 D4-et megkapjuk, sötét megszabadulna az izolált gyalogtól, de szépen behozza a tiszteket, bástya C1. De az ott nem is megy, hiszen bástya D4-en lóg az A8. Bástya. Igen, bástya A8-at először beiktatja, és utána valahogy, de lehet, nem kell elkapkodni, mert ahogy beszéltük, ez a B7 futó azért nagyon rossz, tehát a D4 lóunkat nem kéne adni ennyire. Gyorsan bástya C8 futó H3, beduplázza a bástyákat, ez is mindenképp javítja az állást, és A6-ra most jön ez a ló C6, abban a pillanatban, amikor már sötét nem nagyon tudja tartani a gyalogot, futó C6, vezér C6, most ugye D4-re, ahogy mondtad, az A8 bástya lóg, bástya C8 meg nem működik, egyébként meg a D5 is alapból lóg, meg bástya CD2 is megérkezik. Tehát D4 megint nem megy, ugye az előbbi miatt. Igen, D4-et meg leütjük, futó D4, bástya D4, és az A8. És az A8 elvérzik. Igen, úgyhogy vezér D6, Viktor meg itt lecserélte a vezért, ló A4 el van kapva, a futó bástya van, meg se lehet védeni, mert kötés miatt tisztet veszít D4 után, és futó B4-re A3, ló A4-re meg futó F5-tel tovább. Kötjük minden, sötét tiszt be van kötve. Igen, csak Viktor lement megint 2 perc alá, amit nem tudom, hogy... Na mindegy, reméljük, hogy nem hoz zavarba, hogy elment az időnk. Ott. Nézzük meg, Imi, ő volt az egyetlen parti, ami igen, nem és most szerencsére a kamerán is őt látjuk. Igen, tehát láttuk. F3, futó H6 kivette a futó E3-akat, ló C5-re visszajött, bástya D8. Most itt D2-n megjelünk, az nyilván nagyon jó lenne, tehát kérdés itt, hogy... Ezt világosítjuk, lehet, hogy... elhibázta? Hát most ez a ló célta, ugye megengedi a bástya D8-at, amiután D2-re bemegyünk, tehát mindenképp ott kellett volna tartani azt a lovat B7-en, majd, hogyha egyszer sikerül elzavarni a világosnak, vagy sötétnek a B7 lovat, akkor visszamegyünk, és legalább egy pár tempóval bejebb vagyunk. Ló célt, bástya D8, vezér G2, most itt újra jól kéne állnunk, üt-üt. Bár azért a C5 ló nagyon kellemetlen, és ugye az A6 gyalogot nem kéne elveszteni, mert utána az A szabad gyalog az veszélyes. Most ezt, hogy az A bástyával ütöttem, a bástya D2 sakkot, bástya F2-t közbe akar húzni rá. Igen, most jönnek a bonyodalmak, bástya D2, bástya F2. Jó lenne ezt az A5 gyalogot leütni valahogy, tehát azért gyorsan rá is megy a gyalogra. Bástya B5, bástya A2, ló E8. Hát igen, ez az F6-23 most már így kiszorult F3 után a tábláról, úgyhogy így is kellett valahogy. Ez itt szép volt nagyon, hogy jött ez a bástya B5, lóg az A5,
És Bástya a 2, Lóven 8, után az A6 nem tudom, hogy lehet megmenekíteni. És hogy támadjuk meg? Hát Bástyával. Vagy Bástya D8-8, vagy akkor Bástya C4, Bástya C6-tal megvédem. Akkor C7-tel kezdem. Igen, ezért nem mindegy, hogy hogyan. Igen. De hát nem nagyon, nem tud fehér lépni most hirtelen, mert ugye A5-öt védeni kell, C1 Bástyát nem tudja játékba hozni, A6-ló meg el van kapva. H4, és igen, jött is a C5, és levittük. Na, ez jó, jó hírek vannak itt. Úgy, a második tiszt. Ez egy tiszt, és igen, azonnali fenyegetéseket kivettük, úgyhogy ezt is mindjárt megnyerjük. Sőt, ja, fel is adta. Dorina, ja, nem meg is másik nyerte. Ja, Dorina, na jó van, akkor... Hát gratulálunk, Dorina. Ez kellett. Igen, ez szép támadás volt ott, miután nem fejezte be világos a fejlődést, úgyhogy megvan ezzel az első győzelem. Viktornál A3 jött. Ja, B4. Elkapni a futót, és G6, futóti E4. Na, itt most nagyon gyanús dolgok lesznek, egy perc, mind a két játékos egy perc alatt. Hát igen, mert hogyha futóvel üti le, nyertük a B6-ot, ha Bástyával, akkor B4 nem megy, mert sakkot ad, és elviszi a futót, és úgy ütjük le a B6-ot. Igen, ennek szóval ellen, igen, hát tűnik, mindenképp gyalogot nyerünk, és nincs játék érte. Tehát egy technikailag nyertállás fog kijönni nekünk, valószínűleg, hát lehet, hogy nincs nagyon, nem látok ellenség, tehát ez szintén jó. Na, Imi közben megnyerte itt a tisztelőnyt. Na, gratulálunk. Úgyhogy az is, ez fontos volt, mert ott nem minden pillanatban tetszett, de hát jó, ott is ugye minden távlán most ezt nem szabad elfelejteni, hogy azért nagyon 4-500 élő különbségek vannak, amit hát kihozunk. Tici szintén, ugye továbbra is a C8 futó nem tud lépni, tehát Bástya G8-akkal. Szóval, mintha egy Bástya előnyből játszanánk, nem? Hát igen, minimum. Minimum? Úgyhogy A4, az se lépjen, tehát sötétnek nincsenek. Tici nagyon tuti is, igen, a sakkot játszik. Igen, plusz félnek 8 másodperc. Itt lehet elveszkedni. Anita is közben behúzta, itt leütött minden gyalogatóra. Gratulálunk azért. Úgyhogy a harmadik nyerés technikailag nyeri meg. Ja, nem egy gyalogot lenyert itt. Tehát LD4-re vezér B4-et lépett, és nem nagyon tudja világos védeni. Ugye itt is látszik a C3 ló egész partiban katasztrofális, ahelyett, hogy C3 ló D2-vel lenne fölépítve, most a C3 ló miatt a B2 lóg, a D4 lóg, hogyha az a Bástya védi meg A5 lóg, Bástya A2 tűnik talán egyetlennek, de akkor is lépünk valami Bástya C4-et mondjuk. Nagy gondok vannak, ló A4-et lépett, így meg simán leütött egy gyalogot, és gyalogformálat ugye jobban állunk, hát tovább is minden pont ki van gyengítve a királyszárnyon. B6, ló F6, tehát játszottál G4 lovat D6-ra, ezért cseréltünk. Ló D6, ló E4. Még egy gyalog, G3. Na, igen, itt is ellenfél nem akarta megvédeni, mondjuk Bástya G1-gyel még tarthatta volna, de inkább odaadta. Na mindegy, ezt tényleg ezt a ellenfelek lépéseiben nem kell keresni, igen, annyira értelmet. Nézzük akkor Ádámot, hogy mit tud ebből csinálni, neki nem tetszett az állása. Most már valamivel jobb, mint korábban, de most se áll még jobban. Ugye nagyjából itt láttuk. Egy. Igen, vezér F4, jött vezér E2, H6, sötét futópárja van, D4 szabad gyalog, nekünk van ez a D3, C4 pontunk, de hát az önmagában nem sokat zavart. Vezér F4, G3, vezér C7, ló G5, vezér E7, F4, futó H6. Most már ilyen ló E6, vezér E6-os állásokban, ugye itt már sötét egyáltalán nem játszott legpontosabban, itt már nincs bajunk, csak most jön az a kérdés, hogy hogyan nyerjük meg a partit, mert azért jobb állásról továbbra se lehet szó. Igen, nyilván ugye a 20F3-at nem szívesen léptünk volna, mert arra sötét egy H4-et lép. Még pillanatban? Itt, futó H6. 23-ra H4. Ilyen H4, és ilyen igen, taktika futó, igen, F4-gel. És akkor futó F4-gel ott jeleszkedik. Hát én 20R6-on gondolkodnék, hogy miért nem ütjük le az E6-ot, mert vezér E6 után ellentétes színű futó. Nem akar belemenni az ellentétes színű futóba, Ádám, igen, szerintem. A kérdés kinek, hogy királya gyengébb, mert fekete H4-ekkel fenyeget, mi meg néha futó C4-en ráállunk arra az átlóra, E5, E6-okkal, de valószínűleg ott nincs előnyünk. H4-en inkább tartja. Ugye itt már időben hátrányban vagyunk a elején a 8 perc ellenére, most 1-1 perc enál mindkét játékos, közben Tici megnyerte. Kérdés, hogy itt hogy fogjuk ezt megtrükkölni. Bástya D7 jött.
5 másodperc bónuszidő van lépésenként. És vagy az időnk. És vagy az időnk. Most eljutott, igen, ezt akartam mondani, eljutott be kéne tolni, hogy hát esetleg 20R4, 20R6 is opció lesz, igen. Csak ne nézzünk el ilyen futó F4 igen. Vezér H4-eket. Tehát kiütöttem el ilyet. Most ugye igen, futógélt jó lépés volt, mert most az összes világos mező sötéti. Tehát akár futó E6-ot lépünk, akár vezér E6-ot, és még ha egy futó F5-öt lépne, akkor is csak sötét állhat jobban egy ilyen végjátékben. Ugye a D4 gyalog egyre erősebb lesz, ahogy fognak a figurák. Tehát egy ilyen, még el is ronthatjuk a gyalogszerkezetet futó F5, GF5-tel, mert nem tudja világos megfelelően blokkolni ezt a D gyalogot vezér, D3 az gyanús, hogy valahogy később vezér D5 vezérelnégyekkel átjátszuk, és nem lesz egyszerű. Plusz sötét néha még ugye a királyunk előtt is kinyithatja H4-ekkel. Igen, futó F3, futó D5 vezér G4 után azért nem fogjuk komfortosan érezni magunkat. Uh-huh. Futó C4-et léptünk, vezér F5 ismétlünk. Hát objektíven itt örülni kéne, csak hát hogy a kérdés, hogy itt 500 élővel, vagy nem tudom, lehet, hogy FM az ellenfél, úgyhogy itt lehet, hogy kisebb a különbség, lehet, hogy 200-300 élőben. Bástya egy kitért a remiből, ugye nem rosszabb állásból is inkább tovább játsza, hát ha meg lesz a 6-0, 13 másodperc, 1 percen ment, tehát itt mindenképp egy izgalmat vannak. Közben az összes többi partit megnyertük már, Viktor is behúzta. Vezér D5, most H4 vezér F3-nak is kellemetlenek, vagy azonnal vezér F3, Bástya egyet léptünk. Most vezér F3-ra mit akarunk? Vezér E2-t akarhatunk, de hát ott is vezér üti E2 után nagyon rossz végjátékunk van. Egyébként meg jön a H4, tehát... Igen, ugye most futó E2, vezér F2-t nem kellett volna elnézni. De most futó E4-re meg... Vezér C3, az a trükk D3, vezér D2 és vezérfogás. Vezér D2, vezér E2. Vezér E2, Bástya E2, DE2, és Bástya D1-et kapjuk. De DE2-re vezér C3 van, és Bástya D1-re E6, és ott még talán igen, itt látszik, valami. Amiről beszéltél, hogy megtükköli az ellenfelt így is, hogy ebből az állásból hogy tudod kihozni valami trükköt, mert ugye D3 helyett bármit lép vezérrel, C3, A3, akkor sötét fölényesen áll, de így most mégiscsak sikerül valahogy átverni az ellenfelet, tehát de lementünk, ugye 2 másodpercnél léptünk, vezér C3 egyetlen, most jön majd ez az E6-os dolog, amit mondtál. Itt lehet, hogy igen. Sötét ráér, nem nagyon ér rá egy király lépéssel kimenni, bár lehet, hogy ráérek, mi jön, hogyha király, mert futó C2-re és Bástya D1 van, ugye? Lehet, hogy király igen. G8-at lépek, E6 F-re meg akarom tartani, és akkor nem engedem meg az E6 csakot, mert ugye Bástya D1-re E6 csakot kapunk, és bemegy az E-gyalog király G8-ra E7, király F8-ra meg vezér H8, vezér F6 vesztünk, tehát itt most sötétnek királlyal kell lépnie, 10 másodperc alatt nem könnyű itt. Bástya D1, most nyernünk kéne, E6. Már E6-ta. De király G8-ra... Király G8-ra én nem láttam, hogy mit akarunk lépni itt király G8-ra, de mindegy, majd visszatérhetünk. E6, király F8, most ugye amit mondtunk, vezér H8, vezér F6, az mattig megy. Vezér F7, csak E7 és E8 vezér matt. Tehát végül igen. Sikerült behúzni ezt, és nem volt egyszerű, kellett hozzá egy vezérelnézés, meg utána egy másik, de... Egy hiba. De az a lényeg, hogy megvan a 6-0 ezzel. De szépen játszott az ellenfél, itt meg kell hagyni, hogy az egész állásból nem zavartatta magát, hogy elén elment 10 perce, és... Hát Adam, ez megint nagy küzdelem volt, azért ennél simábban is szokott nyerni. Igen, bízunk benne, hogy a következő meccseken majd ennél jobban játszik, mert egy ukrán ellen nem lenne ilyen állásból esélyünk. Ugye én itt láttuk, Tici, hogy húzta be a végét. Tici, ott ugye, na, végül az A8 Bástya eltűnt. A8 valahogy. Igen, egy idő után nem bírta a feszültséget. Igen. Futó E6 és minőséget nyertünk, meg ugye partit mellé, mert mindent ütünk. Tud is tamolvan, F6-ot is leütjük, hogy ne ugráljon az a ló. Igen. És akkor innentől már csak igen, magától nyer az állás, oda ment és leütött minden figurát. Az összes gyalogat. Igen, hát ez egy nagyon magabiztos győzelem volt. Gratulálunk, ez gyönyörű volt. Igen, nem volt gyakorlatilag esély nyitásból, már itt ez ilyen plusz-minusz körüli állás. Ugye, ahogy mondtuk, sötét, nem tudjuk befejezni a fejlődést is. Én úgy látom, hogy a tegnapi után összeszedték magukat a játékosok. Vagy kaptak egy azért, elég nagy fejtágítást a igen, hát meg ugye fontos, hogy itt Dél-Afrika az ellenfél, úgyhogy itt könnyű brillírozni. Hát jó, franciák ellen is.
Igen. Ott is, ott valószínűleg ott még... De ott meg szörnyen játszottunk, tehát ott meg az volt a probléma, hogy nem az, hogy a nyertállásokat vesztettük el, egyszerűen olyan szörnyen játszott szinte mindenki, hogy nem tudom, valahogy tegnap bevonzottuk a negatív dolgokat a játékosoknak is. Hát valószínűleg kicsit alábecsültük meg, hogy ez kötelező győzelem, meg ilyenek, és könnyű könnyelmesködni egy ilyen meccset is. De lényeg, hogy meglep végül ott is a győzelem. Nézzük meg, Viktor, hogy érvényesítette szintén ezt az előnyt. Tehát itt nagyon szépen fölépítette a D-t, izolált gyalog ellen az állását, és a megfelelő pillanatban lépte meg ezt a lóc-6-ot, amikor Mesetét nem tudta védeni a D-5-öt, vezércsere, mert ló a 4 után bajba kerül, ugye futó D-6-ra, ló ulti D-5 után nincsen semmi kompenzáció, és ellentéteszűen futó van, de amíg vannak bástyák a táblán, addig nem mondhatjuk azt, hogy azok egyenlők, sőt, még hogyha nagyon, hát nem kell ló D-5, ez rendben van, futó D-5, még azon gondolkodtam, ló a 4-et is meg lehet lépni, hogy nem a D5-öt ütjük le, mert az úgyis gyenge, hanem bástya C6-okkal megtámadjuk, vagy D5-s a ló B6-tal, de nem kell itt rírozni, rá lehet ütni ezt a D5-öt is. Hát gyalog az gyalog. Igen. Viszont itt bástya D6 lóval 4 után sokkal nagyobb bajok vannak. Tehát futó D6 után még tényleg, hogyha sikerül bástyákat cserélni valahogy ellentétes színfutóval, bizakodhatna objektíve nem, de... gyakorlati esélyek maradnának. Bástyadi a tóval 4 után viszont nem nagyon, mert a futót nem lehet jól megmenteni. És, ez a futóerfőt is típus. Igen, és így ütöttük le a gyalogot, amiután a ló még jobb is, mint a futó, csak sötétnek vannak további gyengeségei, úgyhogy igen, itt ez bástya B3, A4-et kiprovokálja. Ezzel az A4 gyalog megint ugye elgyengült. Lehet, hogy AB, de hát jó, technikailag még kicsit küzdeni kell, de hát egy objektíven nyert állás van. A4 után meg az A4 gyalog is elgyengül. Bástya B1, hát lóval leütöttünk még egy gyalogot, plusz ló céltel még, amit mondtunk, hogy az A4 gyalog is elgyengül. Utó célt meg reménytelen B-célt miatt. Bástya B3, de ott bástya C4, bástya 3, C6, és bemegy a gyalog. Úgyhogy itt leütött minden gyalogot, és megnyerte. Tehát szép technikai győzelem, és nem volt esély az ellenfélnek. Úgyhogy ja, hát egy gyönyörű 6-0. Így van, úgyhogy közben át is megyünk a 6-0-as palettánkra. Igen, itt akkor már be vannak írva az eredmények, tehát látjuk, hogy... Igen. Azerbajdzsán kikapott, vagy csak nincs vége még a meccsnek. Vagy csak még nincs vége. A Ukrajna nyert, és Szlovákia is nyert. Meg Kazasztán is, meg Spanyolország is nyert. Tehát akkor valószínűleg valaki legyőzte Azerbajdzsánt ezek közül, hogyha ennyien nyertek. Ami mindenképp meglepetés. Na megnézzük, mi volt a... Itt sűrösödik a mezőny. Tehát ezért a következő két forduló, Ukrajna meg Szlovákia ellen, az mindenképpen nagyon kritikus lesz. Ugye a legnehezebb ez az ukrán meccs lesz, de Szlovákia ellen meg egy nagyon fontos győzelem kell, ahol favoritok. Igen, igazad van, az ukránok megverték az azerieket. 2,5-3,5. Ott ez lehet tudni, hogy ki nyert? Szerintem már meg tudjuk nézni, igen. Ott a board pedig 4, round 4. Ja, itt igen. Uh-huh. Ja, igen, mert most már túl vagyunk rajta. Igen, tehát legalján ott van, hogy... Mamedyarov megverte Ivancsukot, tehát vezettek az azeriek, viszont egyik női táblán kikaptak, meg az egyik ifi táblán kikaptak. Ukránoknál ott is azért ifiük is nagyon jó, 2425-es élővel, meg az egyik női tábla 2356-tal győzött. Ugye most ők jönnek ellenünk. Kérdés, hogy Ivancsuk most a vereség után... Hogy tudja összeszedni magát. Igen, ellenünk be fog ülni, ugye nem tudjuk ki ellen. Viktor, Tomi, Benji, Imi, meglátjuk, hogy ki. Hát igen, most már Benji is felkelt, tegnap is felkelt, szétvágta az ellenfelét, aztán visszament az ágyába. Visszafeküdt, igen, aki jól végezte a dolgát. Úgyhogy Ivancsukat nem nagyon szokták ugye zavarni az ilyen dolgok, hogy most kikapott, most nem mondja azt a csapatvezetőnek, hogy akkor kér egy pihenőt ezért, hanem ugyanúgy, mintha mi se történt volna, beül. Fehér is lesz ugye következőnek, úgyhogy
Úgyhogy... Tehát az ukrán válogatott, aki... Jelenleg ők vezetnek ugye Azerbajdzsán vereségével. Egy döntetlenjük van. Kivel is? Ezt mindjárt megmondom neked. Valakivel egy döntetlent játszottak, és három meccset nyertek. És ugye minden táblán nincs igazából gyenge pontjuk, mert az ifjúk is jók, a női játékosok is jók, és a férfiak is. Úgyhogy viszont igen, nálunk is, úgyhogy ez mindenképpen kiki meccs lesz. Ilyenben nem hiszek, mint a tegnapi volt az azeri csúnya vereség, most az is egy kiki meccs kellett volna egy ilyen, ahol beleszaladtunk, rosszul alakultak a dolgok, most ez biztos, hogy egy izgalmas meccs lesz, ami bármi lehet. Itt látszik első meccsen. És mindjárt mutatom nekik. 3-3-3-asztok. Így van, és akkor... Hogy ki volt az ellenfők az első meccsen, kik nem tudtak megvenni, ezt, azt meg tudjuk nézni. Hát azt, igen. Igazából itt látni a csapatot. Igen, tartalékok is mindenhol jó játékosok. Tehát igen, akárhogy variálnak, ez egy nehéz mérkőzés lesz, viszont ugye azért nálunk is hasonló lehetőségek vannak, akárhogy variáljuk majd a következő összeállítást, mindenképp erősek leszünk mi is nagyon. Így van. Úgyhogy elmegyünk egy kisebb szünetre, és itt beállítjuk nektek az informatikai dolgokat, úgyhogy akkor jövünk vissza, nem menjetek sehova. Sziasztok, visszajöttünk. Sziasztok. Na, következő meccs. Kik lesznek, mint lesznek, megvan a párosítás. Szerintem nézzünk is rá, hogy kik azok, hiszen már tudjuk, hogy ki kivel fogja nyomni. Uh-huh. Tehát kitették kíváncsukat a vereség miatt. Jó, de baj nem így is egy nagyon erős játékos került. Lehet, hogy ribbi taktikát követik az ukránok, hogy aki veszít, az kiteszik. Igen. Mindegy, hogy mekkora neve van, kiteszik. Viktor Korobovval játszik, Korobov nagyon kellemetlen ellenfél, nagyon agresszív támadójátékos, és azt hiszem, hogy feketék vagyunk azon a partin, ott mindenképp egy nehéz dolgunk lesz, ráadásul ilyen rövid időkontrollban. Igen, ott sötéttel vagyunk pontosan, Viktor sötétrel lesz. De hát ott be kell állni a stabilba, tehát, és a Korobov nem olyan, aki remizne, tehát úgy lehet megverni őt pont a Viktor stílusával, hogy túlerőlteti a dolgokat. Tehát, hogy finoman kell ellene... Hát be kell állni, mert életveszélyes játékos, mindenkit meg tud verni. Minden ilyen rapid Schnell világbajnokságon az élmezőnybe végez. Talán ott látjuk is a Schnell élője 2794, tehát a top 10-ben van a világon, ami nem véletlen. Akkor Viktornak azért nem lesz könnyű dolga. Ez nem lesz eddig könnyű nem volt, de most még aztán pláne. Kettesen Tomi Fehér, Oniscsuk Lagyomire. Oniscsuk is egy nagyon agresszív játékos, nincsenek jó nyitásai, ott el lehet kapni és előnybe lehet kerülni, viszont amikor elkezdődik a parti, akkor nagyon, nagyon veszélyes, tehát ez is mindenképp egy nehéz parti lesz, de hát azért a bánusz Tomi is stabil. Nyilván a Tomi Fehérrel tegnap Girit kitartotta. Hát meg nem is kitartás, nyilván ő agresszívan azért játszik ő is, és simán meg is verheti, hogyha úgy alakul, majd látjuk. Izgalmas lesz. Igen, Chang sötéttel lesz. Oszmak Júliáról tudsz-e valamit? Én nem tudom. Én se is, mert ugye Buxantália őt azért szoktuk tudni, ugye Petrával játszik, Petrának ma egyébként születésnapja van, úgyhogy ezúton is Isten éltesse sokáig. Igen, és
ez a győzelmi pont szülinapi ajándéknak nagyon jó lenne. Van a mondás, hogy van, aki a szülinapján, kétfajta sakkozó van, aki a szülinapján mindig nyer, meg aki mindig veszít. Reméljük, hogy a Petra nyertesek közé tartozik. Igen, igen. Igen, közben behozzuk a játékosokat. Ádám egy Shevchenko Kirill, fiatal 2400 fölötti IM-mel játszik. És Zsóka ugrik be Dorina most helyére. Dorina helyett. Az ő ellenfele pedig. Itt van. Bednik Maria. Maria. Ennyit nem tudom, hogy... Ave Maria. Oh. Ave Maria. Néven fut. Igen. Ez nem a fidejéről. Hát 2169, ha elkezdődtek a partik. Mind a hat. Behozzuk. Hát megpróbálkozunk vele. Azt látjuk, hogy igen, igazából hát, mindenkit három, látunk négy, szerintem. Hat, megvagyunk, igen. Megvagyunk, akkor már megyünk is. Lássuk. Uh-huh. Itt, akit először bedobott nekünk, az Ádám. Ádám, tehát sötétben. Itt gondolsz táblasorrendben, vagy ahogy bedobta, hogyan nézzük? Vagy ti hogy szeretnétek? Kirill Shevchenko, ő az, aki nagymester, mint látjuk, és ő az, akinek azt hiszem, hogy nagyon magas rapid vagy snellő élője hát van, ami 2800-as. Neked, de ha megnézitek... Volt is abból botrány, hogy hogy van neki 2800-as élője, miközben nem nagyon látjuk versenyen. De esetleg, ha utána tudom. Néztek nekünk, azt megköszönjük. Igen. Tehát sötét, vagy világos ezt a LOC3-as trükkös változatot játsz, amit én is szeretek magam világossal leesítni. Itt, ha nem tudjuk, hogy nyilván objektíven nem veszélyes, tehát de vicsánt a fő lépés, viszont van rengeteg trükkös lépés, ami könnyű belefutni valamibe, és Ádám elkezdett gondolkodni, ami nem jó jel. Nyilván itt jobb lenne, hogyha tudnánk, hogy megy a változat, de... B5 is van, futó célt is van, futó E7 is van, csak mindenhol tudni kell, hogy mi a lépés. És nagyon nem kéne lemenni időbe, mert ahogy beszéltük, Schnellbe ez a Shevchenko, ez nagyon, nagyon veszélyes. Mindjárt megnézni, mert ott van-e. Így van. Igen? Nem, akkor lehet, hogy keverem. Annyira nem. Ja, kivel volt, kevered? Valakivel lehet, hogy keverem, nem tudom, mert 5-21-es Schnell idője. Igen, annyira nem. De lehet, hogy most tudod, így az online világban volt. Na nézzük meg a többit, itt tovább is nézi. Na Viktor, ugyanaz a nyitása, hogy tegnap Radzsabov ellen próbálkozott, ezzel a LOC3 A6-os dologgal. Igen. Ugye semmi baja nem volt, csak később nem játszott jól. Most még igen, a végén elnézett egy gyalogot is, az elég volt. Igen, sajnos. Úgyhogy most C5-öt lépett ahhoz képest, ez egy elég furcsa lépés, ugye C5. Amiatt van értelme, hogy ugye ilyet nem szabad lépni, ha föl lehet szedni B6-tal. Tehát, hogyha ez a gyalogunk A7 helyett, A6 helyett A7-en állnak, akkor B6, CB, AB után azonnal jobban is állnak. Viszont pont az, hogy A6-ot léptünk, így is megjön a B6, tehát csökkentenünk kell a térhátrányt, hogy ki tudjunk utána fejlődni. Viszont így nem az van, hogy sötét a centrum felé tud ütni AB-vel, hanem mi is kifelé jutunk, és így futó F4-el egy ilyen cseresztlávos állás van. Bástya C1-L3, hát nagyon érdekes. Az a baj, hogy itt is beleszaladtunk, tehát a Gorobov azonnal lép mindent, és Viktor már elhasznált 3 percet, és ez azért veszélyes állás, mert itt simán kijöhet egy kellemetlen plusz egyenlő Bástya C1-L3-mal. Tehát itt Viktornak majd egyértelműen itt védekezni kell majd ebbe a partiban, mert hát ugye elég szimmetrikus állás és világos fejlődési előnye van, tehát itt a kiegyenlítésért kell játszanunk, ami hosszú partiban nyilván meg lenne, csak itt azért gyorsan kell lépni és veszélyes, de bízunk benne, hogy Viktor jól. Ugye a kérdés, hogy futó D6-tal cserélni kéne, vagy futó E7 lóbe D7 rövid chance. Mert futó D6-tal lóba 5-öt kaptunk volna, tehát világos nem cserélt volna, ezért futó E7-tel. Mert futó D6 lóba 5 után már nem tudunk kifejlődni rendesen, mert lóbe D7-ekre ilyen ló C6 vagy ló üti F7-es trükkök elgyalogot vesztettünk volna, így ki tudjuk majd, vagy be tudjuk majd fejezni a fejlődést lóbe D7 rövid chance-szal. Bástya C8, világos meg lóba 5, Bástya C1, vezére 2-vel fog jönni, birizgálja az a hagyalunkat.
Igen, és nekünk ugye térhátrány miatt nem olyan könnyű majd összekötni a Hát igen, figuráinkat. ugye A5-B5 gyalogtolás az nem jön számításba, mert akkor kipontozzuk magunkat, Igen, A4-ekkel B5-re A4-eket belekötnek, kapunk majd. igen, úgyhogy Jó, annak ellenére valószínűleg ezt majd meg kell lépnünk, tehát ló B7, igen. B5-öt valamikor meglépjük, hát ha ló B5-re jövünk, és ahogy mondod, A4-et kapunk, majd arra majd egy B4-et talunk, és megpróbáljuk ló B6 rövid csánca hajtokkal És akkor valahogy bejátszani kijönni. C4-re azt a 20-át. Igen. Úgyhogy hát majd látjuk, hogy alakul. Itt a Tomi állása Oniscsuk ellen, G3-as királyindiai. Sánc, Oniscsuk mindig királyindét játszik, E5 egyébként magyar csapatban is részt játszik az Alegerszegben, Csutiban. Futó E3, Bástya E8, H3, B6, világos mindenképp kis előnyre tetszett. B6. B6, hát te vagy a királyindia is. Úgyhogy ilyet nem szoktak ezek szerint. Nem. Vagy hát nyilván Oniscsuk azért... Ő gyakran, ő E4 ellen is... Ő mindenfélét szokott lépni, ha jól emlékszem. Igen, ő sok minden kipróbál a királyindiaim belül is. Most lehet, hogy éppen ez a B-t elő volt készítve, de hát ugye nem szívesen engedjük meg azt, hogy lejutunk E5-re, és így C, hogy gyalog kerüljön oda, mint ahogy ott a partiban. Igen, vezér C2, futó B7, meg ő feketével is azért pirceket lép E4, G6 beáll utána hasonló dolgokba, tehát ő hozzá van szokva a kezdetbe a kicsit... Kontrajátékos. Igen, kezdetbe kicsit passzív állásokba, C5 ugye szép lépés. És hát jobban kell állnunk, majd hasonlóan ugye, hogyha sikerülne megjönni ló D2, ló C4, ló D6-tal, akkor hát, nagyon az jó. Parádés. Igen, és de ha ilyen ló C5 öt ütsödét, akkor ugye futó C5, BC, ló van négy után az a az... gyalog szerkezet, de meg a már most B7 is ez futó. A B7 futó. A B7 futó ez, van, ezért gondol. Nem értem ezt a B6 futó futó F8, az B7-et. Ugye vagy... megpróbál most provokálni minket, tehát hogyha rá tud kényszeríteni CB, AB-re, akkor megéri, vagy akkor nem rossz, amit megléptünk. Nem tudom, hogy kötelező volt-e. Ugye az a baj, hogy ló A4-et nem léphetünk, B5 mert B5 és gyalogot. Gyalogvesztés. Igen, ha meg B4-gyel kezdtük volna, akkor meg már vagy, akár vagy A5, vagy ott igen. Már üt C5-re, ott különbségek vannak. Így, igen. Hogy kiprovokálta sajnos ezt a CB6-ot, így annyira nem tűnik vészesnek, meg ugye a D6 pontos ellenőrzés alatt van, tehát a ló D2, ló C4-es tervek nem annyira jönnek, de így is valamikor fogunk lépni majd egy A4-et, mielőtt csötét B5-ezhetne. Tehát hát Bástya FD egy A4, és futó F1-re visszajövünk, itt is egy kicsit jobban kéne állnunk a négy futó F1-es tervek. Később, hogyha megengednek mindent, még futó C4 lógiatokkal és játszhatunk. Továbbra is tetszik nekem, miért ne állnánk továbbra is kicsit jobban. A négy futó F1. Hát igen, ugye mi mondjuk sötéttel van, ahogy azt a B7 futót kellene feléleszteni. Igen, neki a... De C5 tolással meg a 20-ár D5-ökre kell vigyázni. C5 az, igen, B5, D5 pontot. Hát ugye neki a B5-öt kéne meglépnie. Amit A4-en megakadályozunk. Csak most ő jön, tehát most lehet esetleg egy B5-öt tolni, kicsit kiugrani. Ugye a sötétnek igen. Térhátránya van, és B5-tel utána vezér A5, vagy pontosan. Valahogy ki tudna ugrani ebből a szorításból, mert ugye nem tudja befejezni a fejlődést, akkor bajba kerül. B5-re nem tudom, valami taktika itt a kötésebben működik-e, de látszólag nem fenyeget, tehát B5-re valószínű milyen? A4? A4 jönne, mondom, vagy pedig hogy A4, B4, A4, C5-öt B4 kérdés, hogy el. Igen. A4 az kérdéses, az lehet nagyon jó, és még nagyon rossz lépés is részünkre, hogyha egy A4, B4 mondjuk ló B1, ló D2, ló C4-re átérnénk, akkor nagyon jó, csak nem biztos, hogy odaérünk, mert kicsit lassú. Látjuk. Ami itt pozitív, hogy azért 4 perc előnyünk van, úgyhogy időben ez jól alakul a partin. Nézzük a lányokat. Chang játszik Osmak Júlia ellen, és egy szokásos hollandot látunk tőle. Szépen, hogy menjünk az elejére. G3-as, felállás. C6, D5, most ilyen pontokat eljutott, meg kell lépni, nehogy ló D4 jöjjön. D1, futó E6, B3, ló A6, futó B2, vezér E7. Normális. Igen, fejlődő. Ez a ilyen típus holland játék, vezér C2, Bástya D8, futót visszajátszuk az E6 F7 játszóra, ahol ideálisan ló D4 futó F7, és most igen kapunk egy E4-et, mielőtt be tudnánk hozni a lovat C5-re, és utána ló E4-jel hát normálisan az állunk. Az lenne ugye holland, hát igen, az ideális holland, megkapjuk ezt az E4-et, ami
ami ugye nagyon veszélyes lehet, hogyha működik, mert a királyunk az igen, nagyon meg van gyengítve. Tehát már az első lépésből, ugye D4-5-tel meggyengítjük a egész királyállást, most hogyha ugye Holland hátránya, hogyha így föl tudják szedni a centrumunkat egy ilyen E4-jel, mert királyunknak minden baja lehet, tehát hogyha itt mindent most leütünk, most ezt hogy akarjuk megvédeni az állásunkat. Jó, C5 nem működik, vagy ott egy tiszt nyerés? C5 és ütjük a B2-t E4 lóg, vagy valamit nem látunk C5-re? Lehet, hogy itt valami trükk volt, és az volt itt a csangnak, hogy ló E4, vezér E4-re is ugye ütjük és C5, meg futó E4-re is jött most a C5. Ez jó lenne, hogyha működne. Hát ez nagyon olcsó trükk volt, de hogyha igen, így de benézik... Hatásos. Lehet, hogy ez egy típus trükk, hogy a csang egész igen. életében ezeket a hollandokat játszotta, össze minden ilyen csinyát-binyát ismeri. Úgyhogy lehet, hogy ez valami típus trükk, hogy mielőtt megjönne a lócért, jön az E4, de mi hamarabb érkezünk. Most egy látszólag levisszük, mert futó G6-tal, vagy igazából mindegy, hogy semmi. Mit lép, mi tisztetünk. Tehát ez jó. Ez jó, és az ellenfél nehéz. Igen, mert sajnos Cseng tegnap 2-ből fél pontot hozott, tehát biztos vagyok benne, hogy egy kicsit összeszedtem magát. Igen, egy ilyen kritikus meccsen nyerni tudna, az visszahozna az önbizalmát is. Na, és ez is nagyon jól néz ki, enyhén szóval, mindegy, hogy állít sötét Petra. Ez az a, igen, nekem játszotta még Radzsabov egy Európa-bajnokságon, csapaterben 2013-ban. Ez a D4-re, nyílt spanyolra futó E7, Carson is néha beveti ezt a változatot, és B5, Bastiani, D5, de Lowell-t, Lowell-t, Bastiani, B5. Én azt hiszem Radzsabovnak B3-asan játszottam futó árammal, de ott pont sötét kiegyenlít, hogyha precízen játszik. Viszont ugye Petra nagyon jól felkészült, és én is mintha vezér E2-t elemeztem volna, és azzal a trükkel, hogy futó E6-ra F4-es változat nagyon kellemetlen. G6-ra F5-tel oda lehet adni a gyalogot, és óriási támadás. Vezér E2-től jó, és C6 után most jön csak a B3. Ugye a futó O3-at megkapja akkor. Egyrészt, hogyha simán igen. kicseréljük a futót, utána ló C3, ló A4-ekkel összes pont ki van gyengítve, jó huszár, rossz futó. Igen, az nagyon rossz lenne, tehát ez a hátránya a változatnak, hogy igen, könnyen elromolhatnak a dolgok. Megoldott ezt a kötést, de jött ugyanúgy a futó a három. Leüti sötét, mert ugye egyébként a ló C3 A4-ről jöhet be, így most annyi előnye van, hogy ez a ló A3-an kicsit kinnál. Viszont továbbra is a gyalog szerkezet az számunkra kedvező, plusz minden figuránk már játékban van, míg ez a H8 bástya az nincs. De egyedül a A3 ló helyzetét kéne megoldani. Itt jól állunk mindenképpen, az a kérdés, hogy mi a megfelelő játék. Még ugye, hogyha nagyon lassúak vagyunk, ló B1-et is lehet lépni. Uh-huh. Tehát ló B1, ló C3, meg is lépte ugye, tehát ló B1 átjátszani azt a lovat C5-re. Nagyon, hát így, igen, hát nagyon szívesen állnék itt fehérrel, egy fekete. Nem tudja behozni a bástyát, E7 pontot ellenőriznie kell két nehéz tisztel. Tehát nem tudom, ilyen vezér D6-okra még bástya E8-ak is kellemetlenek lehetnek, hogy ott valahol ott ilyen alapsori támadásokkal. Lehet, hogy az nagyon veszélyes, de nincs igazából hasznos lépése, és jövünk ló C3-mal. Tehát ez is a csang utána másik női parti is nagyon. Na, Zsóka van még a lányok közül. Zsóka pedig... Az elejét láttuk? Nem láttuk Aha. még, itt nem tartottunk. Hát egy... Hogy mondják ezt? Angol? Vagy? Angol. Igen, futó G2, E6, Sánc, ló E7, D4, CD, ló B5, nem tudom, hogy láttam ilyet sok partiba, de hogy áll az ennyitás, én azt igazából fogalmam nincs, ló D4, D5, CD, ló D4, elég szimmetrikus itt az elején, viszont ló B3. Szerintem, mert a Zsókának pont volt egy partia az egyik ilyen válogatott ifi meccsen. Uh-huh. Az biztos, hogy ezeket tudja. Zsóka nagyon sok ilyet játszik. Meg ő jól felkészült játék, és biztos, hogy ezt tudja, meg világos állása kicsit kedvezőbbnek tűnik. Van egy kis fejlődési előnyünk, gyorsabban jönnek ki a tisztek, ugye a bástyákat már hozzuk is be. Futópár, mondjuk ez a G2 futónk be van zárva, tehát az jobb lenne, hogyha azt az E4 gyalogot valahogy tudná. Hát nem tudom, nekem nem tűnik egyenlő szerintem az állás.
De most a Nem, B3 nem hiszem, hogy gyanú. jobban kéne állnunk sajnos, mert ugye a G7 futó nagyon erős, B3, B2 gyenge, és a G2-n futók be van zárva, tehát a futópár az most nem egy nagy előny, és egyébként meg törődnünk kell itt a gyalogokkal, amivel nem olyan egyszerű. Hogy védjük meg most a B3-at? Igen, igen, ez jó kérdés. Mert ugye vezér D3-ra futó B2 van. Igen. Hát jól... Bástya D3, de hát az, ha olyat kell lépni, nem tudom. Hát igen, akkor is bástya C1, bástya C8 jön. Tehát igen, itt nekünk kell küzdeni, hogy ne kerüljünk hátrányba. Nem kéne bajba kerülnünk, mert annyira nem lenne indokolt. Tehát itt látszólag normális állnak a figurák. Még valahogy egy E5-öt is be kéne zárni, azt a G7 futót, és ugye a saját G2 futónkat meg kinyitni, tehát valamikor egy E5-öt meglépni. Csak most ugye, fog Básti D3-at lépni? Lehet, hogy most lépni Básti D3-at. Igen, az a... Igen. Lehet, hogy Básti D3 most, mert sötétnek a B6 lóval meg is jött, a B6 lóval az nem túl jó, és nem is tudja. Tehát most egy ló D7 ló előtt mondjuk jó lenne, csak ugye nem tudja feljavítani. És mi meg legrosszabb esetben még akár egy, nem tudom, egy vezér D2-t is léphetünk, csak hogy ezt a B3 gyalogot ne legyen mindig ütésbe, és akkor nyilván lecseréljük a vezért, onnantól már nagy baj nem lehet. Látszólag egyenlő körülállás van itt. Igen, ugye utána arra kell figyelni, hogy ilyen bástya C1, csak bástya B1-e ne üssék le a B2 gyalogot. Igen, tehát akkor nézzük hát meg a két jó állásunkat, hogy a Chang ellen mit tudtak, tehát C5 ellen ugye nem volt más, oda kellett adni a tisztet, viszont Bástyöti D4, szép kis kombidát, nyilván nem ütjük le, és azért csak két gyalog van az áldozat tisztér, ami, hát ez egy tisztel, és még bele is lépett ebbe a ló B4-be, ami ló C6 ugye a következőben a tervünk, mondjuk Bástya L4, még pont nem nyerünk egy másik tisztet, mert világos meg tudja védeni, de jó tisztelőny, az tisztelőny, és időben is jók vagyunk, vezér B1-re. Hát szerintem ló C6, bástya L4, és simán elmegyünk vezér G5-re, vagy vezér, igen, vezér G5, ami szimpatikusabb, és akkor ott ezt meg kell nyerni. És a másik, ami nagyon szimpatikus volt, az meg a bástya F8, a Petra állása. Tehát a két partiban nagyon bizakodhatunk, hogy megnyerjük. És ezért most Petra ugye C-gyaloggal ütött, ugye C-vonalon még nyomja igen. Majd a C-hagyalogat. Igen, ez jó kérdés, igen. Mert ugye AB után az A6 gyalog gyenge, viszont a C2 is. Igen. Viszont CB után nekünk nem marad gyengeségünk, neki viszont mind a kettő. Tehát ez a CB nekem szintén ez tetszik. Szépen játszik nagyon Petra is, és jól állásban is, időben is, 5 perc előny, és bízunk benne, hogy meg fogja nyerni. Úgyhogy nézzük a többit. Ádám, semmi problémája nincs, ez jól jött ki végül a nyitásban. Nézzük, hogy reagált végül Lócián futó C5-tel, D3, D6. Igen, itt a D6-os állásokban azt hiszem, hogy van ez a futó C5, BC, D4-es játék, de az jobb lenne rövid sánccal. Így, hogy futó C5, futó E3-at ez nyilván egy teljesen ártalmatlan felállás, világossal ez kb. Ilyen kiegyenlítésre elég. De ezután nem kell, ez biztos, hogy nem Lóci 3-nak nem ez a értelme, hogy most simán befejezzük a fejlődést, és normálisan állunk, lógén, mármint kiegyenlítettünk F5, futót kicsit megnyitni az állást, hogy a futó aktívabb legyen, H3, ló H6, E4, futó D7, vezér G3, vezér E7, bástya F2, egyenlő állás, mi is beduplázzuk majd a bástyákat az F-vonalon, lehet, hogy majd később le fognak ott cserélődni a figurák. Ugye nekünk van egy annyi hátrányunk, hogy itt a gyalogszerkezetünk a vezérszárnyon, az nem annyira ideális, viszont ez nem egy olyan dolog, amit így ki lehetne használni. Tehát nem tudom, mondjuk bástya F6, bástya F8-al játszhatunk, és egyenlő körül van. Nézzük Viktorit, ő volt, aki miatt aggódtunk kicsit a nyitás után, 5 perce van 10 ellen. Futó E7, futó D3, ló D7, sánc, és végül ló H5-tel ki tud ugrani. Ugye ezt a futót el tudjuk távolítani, az nagyon jó lenne. Ilyenkor ugye világos, gyakran érdemes H3-at lépnie. Ezt tipos lépés, hogy ezt nehogy kiüssük. Igen, mert
Ha ezt le tudjuk ütni, általában megoldódnak a gondok. Ez szokott a kérdés lenni, hogy futó előtte mi van, az azért azzal a trükkel, hogy huszár ütélt, D üt vissza, és a H5-ünk el van kapva, plusz világosnak D4 mezőnye van. Tehát ilyenkor szokott az jönni, hogy a huszár H5-ről F6-ra visszamegy, azután már ugye fenyegetünk kiütni lóval előtre, mert a lovunk nem szorul ki, és hogyha a futó elmenne F4-re vagy G3-ra, akkor megint visszaugrunk H5-re. Igen, rengeteg ilyen katalán, szlám, meg ilyen vari van, ahol ez a low height, low F6-os ismétléssel egyenlő a vari, de most valamiért nem lépik a low F6-ot, biztos, hogy megvan rá az oka, mi lehet az. Szerintem futó G3, huszár H5, és ott valami, mi lehet ott? Lehet, hogy huszár F6 kérdés. Nem tudom, én nekem huszár F6, ami kézre áll, és következő, ahogy beszéltük, vagy ütjük a futót, vagy támadjuk tovább. Mert ezután megkapjuk a H3-at, amit beszéltünk, futó H2-re most el akar menni, ha meg kiütjük, akkor meg a ló előtt D-je jön ki, és a lovunk kiszorul, meg D-nék pont. Tehát ezeket én úgy tudom, hogy ezeket plusz egyenlőre szokták adni. G6, ugye meg kell menteni a lovunkat G7-en keresztül. Belső cél egy ló G7, A4, futócélt, vezérel-2, igen, ezt is említettük korábban, hogy az A6-gyalogunk majd később oda lesz rögzítve. Vezérel-7, bástya D1, bástya D8 és ló D4, igen, ezek szoktak a plusz egyenlők lenni, amikor hát térhátrányunk van, meg a D4 pont és a B7 futó. Meg a B7 futó, igen. F6 viszont ez egy mindenképp jó lépés, ugye felszedjük a centrumot, és hogyha sikerül mondjuk F6 után egy E5-öt is meglépni, akkor kinyílnak hirtelen az átlók, futók, D4 vagy E5-E4, ott mindent rá tudunk tolni, át is tudnánk venni a kezdeményezést, csak hát általában azért nem szokott ennyire egyszerűen sikerülni, ezért E5-huszár F3. Most ugye az az E4-et értelme, akarnak. Igen, hogyha E5-öt lépünk, akkor E4-et kapunk, és teljesen összes pontot kigyengítjük, tehát mondjuk egy D4-öt futó C4 sakkot kapunk, és huszár D5. Tehát E5-E4 után nem tudjuk megtartani az állásunkat, és egyébként is világos elgondolkodható, hogy E4-et lépjen a következőben, azzal, hogyha D4-et tolnánk, akkor E5-E4 után jobban állhatnak. Király H8-szal fölkészülünk most. Ja, azért nem lép E4-et, világos, mert huszár H5-ünk van. És akkor az tehát hirtelen az F4 készül, meg huszár G3 kellemetlen lehet, tehát ezért E4 az korai. A5-öt lépett, meggyengíti a C5 futónkat, tehát most ilyen trükkök, akár B5, akár B5. Huszár B5, mondjuk. Igen, B5-re leütik a ló B5-öt. BA5, hát különben ló A4-et kapunk, ugye ló A4 fenyegetett. Mint az előző partiban, ugye Viktor használta azt, úgyhogy ismeri ezt. Igen, de kiütötte egy gyalogot. Huszár A4, futó B1, huszár C5, futó C5, huszár üti A6, így állunk. Futó A6 és futó A6. Ugye a gyalog szerkezetünk nem annyira kedvező. Ugye ellentétes színű futó. Ellentétes színű futó, a mi királyunk gyengébb. E5 most, hogy E4 nem megy. Az a baj, ugye E5 után nem fenyeget. Ja, E5 támadja az A6 futót. De futó B7-tel gyalogot vesztünk. Igen, futó B7-t figyelni kell. Mert különben, hogyha világos meg tudja lépni a futó D3-E4-et, akkor nekem nem, elkezd nagyon nem tetszeni az állás, tehát azért akartam valamit itt akciózni gyorsan előttel, csak futó B7 benne van. Ugye a G7 lovunk helyzet, ez továbbra se jó. Ez egy plusz egyenlős állás, futó D3-E4. Az ilyen nem plusz, lehet, hogy valami bástya B8-al fog... Nem. Hát az a baj, futó bástya C2-vel megvédi, meg 2 percünk van 8 ellen. Viktor valahogy az összes partiban nagyon gyorsan elmegy az ideje, igen. Láttuk korábban. Nekem az a kérdésem, hogy hozzuk be a játékosokat a kamerán, szeretnétek-e? Jó. Nem, majd megírják, és jó. Akkor ha igénylik, akkor behozzuk. Viszont ami a helyzete biztató, mert 6 perc előnye van, bástya FD1-nél jött a B5, amit beszéltünk, A4, ez az, amit mondtunk, hogy vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz, B4-re akkor ez a hát mi ló B1-et mondtunk, hogy ló D2, ló C4-el átérünk, akkor ez nagyon jó lehet. Nem voltunk benne biztos, hogy sikerül, de úgy néz ki, hogy megoldható. Ezért inkább is csak leütötte az A4-et, de így mindenképpen jobban állunk. Hú, ugye, hát egy ilyen B7 futóval. Igen, és megint a C4 pont, a B7 futó, a gyalogszerkezet is jobb. Úgyhogy ez egy plusz egyenlő.
Jó, nem történt nagy katasztrófa, de plusz egyenlő egy ilyen egykapus végjátékot nyúzunk, plusz 6 perc idő előnyünk van. Mester D1H6B3, nem is kell kapkodni, szépen türelmesen javítgatja az állást világos. Mester B8, ez bizakodhatunk, ugye nem is feltétlenül, mert annyira jó az állásunk, ez csak egy plusz egyenlő, de ugye a 7,5 perc az 1 perc 50 ellen az nagyon sok. És a Changnál pedig az ellenfél lement 2 percre, és a tisztelőny ezt továbbra is tart, amit mondtunk, jött Ró B4 bástya, Dóciát bástya négy vezér G5, és F4-re vezér C5 csak. Leütöttünk még egy tisztet, futóti B2 és a H7 is lóg. Tehát, igen, vezér. Jó, itt az ellenfél az látszólag C5-öt elnézte, és utána összeomlott, de hát, igen, két tisztelőny. Erre mondaná azt a Zoli, hogy ezt ne játsszuk. Igen, ezt igazából fölösleges, úgyhogy egy nagyon fontos ló előtt vezet C6-ra lehet, nagyon fontos győzelemmel indítjuk majd a meccset. Petra állása továbbra is nagyon jó. ABCD megy a ló C5-re, amit beszéltük. És szintén nagyon kellemetlen plusz egyenlő. Sőt, ugye és... hármakkal el tudjuk zavarni azt az E4 futót, igen, és az E vonalon betörünk. Igen, ez nagyon rossz állás, és itt is a 7 perc az egyenlen, tehát elég sok partiban láthatjuk, hogy 7 perc az egyenlen a mi javunkra, ami nagyon jó. Úgy látom, hogy meg fogjuk nyerni ezt a meccset, ami óriási. Nekiabáld el! Ja, jó, ezt visszamondtam gyorsan, de jól néz ki. Ígéretesnek tűnik. Igen, megjött ez az előtt, amit mondtunk, hogy jó lenne kivédeni a vagy kinyitni a futónkat, a másikat meg bezárni. Ugye azt kell nézni, hogy futóüti E5-re. Futóüti B6. Futóüti B6, és ez egy tiszt. Ez egy tiszt. Úgyhogy azért ezt nem lehetett leütni. Igen, egyébként meg bevédjük mondjuk a gyalogunkat F4-en, és akkor ott maradt ez a futó. Mondjuk futó F8, futó C5-től meg kijöhet. Jó, mindegy, bajunk nincs. Ló D5-öt lépett, futó D5 LD, futó D4, most azért jobban kéne. Hát, vagy nem tudom. Bajunk nincs, ez biztos. Bástya C1. És bástya D1-et léptünk, mert király G2-re bástya E1-től valószínűleg megijedtünk, hogy az E5 gyalogot elveszítjük. Bástya D1, bástya D1, vezér D1. Igazából jogos volt ez az ijegység. Igen. Valószínűleg. Hiszen oké, hogy a végén a D5-öt lenyerjük, de hát nem szívesen megyünk bele egy olyan vezérvégjátékba, ahol nekünk ott a dupla B gyalog. Igen. Igen. Király F8, F4, király E7. Király E... Megjövünk. Most ugye a B3, B2 gyalog, ez így nem nagyon sötétnek már nem maradt tisztje, hogy ezt kihasználja, akkor viszont nincsen gondunk, ez itt egy egyenlő végjáték lesz. Nem bízunk zsókában, hogy... Igen, 4-4 perc ellen, nem lesz gond. És a Ádámnál, hát ahogy vártuk itt, elkezdtük duplázni mi is a bástyákat, azért H4 vezér E8, és akkor jönnek a nagy cserék. G-vel ütött vissza, kicsit megbontjuk a szerkezetet néha, esetleg majd a jövőbe F5-tel is játszhatunk, semmi probléma nincs. Játszható is az állás 2 perc, vagy 3 a 4 ellen. Játszható egyenlő. És van egy perc előnyünk, másfél lassan. Azért ez nem. Nincs ez semmi probléma. Igen. Tehát továbbra is Viktor gyakorlatilag az egyetlen, ahol kicsit problémásan álltunk, és az összes többiben meg biztatóan, de Viktor is, nézzük, mit alkotott. Bástya D8, megjött az E4, mindent le tudtunk ütni, továbbra is rosszabbul állunk, ugye, mert a királyunk gyenge, meg a gyalogszerkezetünk is rosszabb. Igen, ugye vigyázni kellett, vezér B2 nem ment vezér D8 mat miatt. Igen, most ló F5-re meg vezér D7, jó, ez továbbra is nagyon kellemetlen, és egy perc alatt vagyunk a 6 ellen. Az összes gyalogunk fehéren van szinte, szóval. Ló D6, ott léptünk. Futó most átkerülhet a A2-G8 átlóra valahogy. Mi E5-öt akarunk lépni, vagy nem? Hogyha futó hát elmegy most... Hát a vezért, nem? Jó lenne egy vezércsere. Esetleg E5 E4-en gondolkodom, hogy azt megléphetjük-e. Ugye az a baj, nem fenyeget E4, mert futóüti E4 és vezér E8, vezér E8. Vezér E8-al visszaüti. De... Mondjuk, igen, ott ugye, hát oké, az még, igen, vezér B2 után, ugye vezér B7 sakkokkal kell vigyázni, hogy valahogy a huszárot meg ne jelenjen. Tehát ott is ilyen vezér C1-el is fenyegetünk. Igen, huszár G5 nem megy, mert vezér C1-el levisszük. Vezér E6-ot le tudja ütni világos, de akkor esetleg... Hát jó...
kellemetlen még mindig a királyunk gyengesége miatt, de fogy de az anyag. De van vezércél, egy vezér F4. Az igaz, ezért egy vezér F4, és akkor, ha nem akar örök sakkot, ilyen futó F1 után nem lehet. Ez jó, vezér E6, akkor most beadjuk tényleg a sakkokat, és akkor világos, ha tovább akarja játszani. Mert most nincsen gyakorlatilag futó F1 egyetlen, ha játszani akar, viszont hát azért játszik, ugye, mert Viktornak csak fél perce van, és persze. Még mindig lóvá. Tehát már most is vezér F4, nem? És itt már nincs problémánk. Itt már nincs, most már túl távoli lehetük. Szabad gyalogunk van. Ha a vezért sikerülne lecserélni, az elég ígéretes lenne, nem? Akkor még akár elkezdhetünk jobban is. Közben itt kérik tőlünk a játékosok kameráját, ehhez egy kis türelmet kérek, hogy beállítsam. Na, zsokát látjuk. Zsokász. Hajrá, zsokász! Küzdjél, mint malacai égem. Akkor nézzük is meg, hogy áll. Hát Viktor kiért. Viktornak már nem ügyen. Na nézzük zsokászt. Zsokán, nincsen. Ugye G5-ökre kell figyelni. G5 lesz a nagy kérdés. Mert hogy a G5 E6, a G5 E6. Futó D4 E7. De gyönyörű. Úgyhogy G... Igen. Azzal most kiléptünk, hogy E6-ra futó D4 nem sakk. Most kiléptünk, most E6 fenyeget, ha jól látom. Igen, az fenyegetett. F6-ot lépett. Na most kinek van távolabbi szabad gyalogja, ezt jó lenne tudni. Leütünk mindent F6-on, H3, G4, akkor miért nincs világosnak távoli szabad gyalogja, és király E3, D4-e miért nem nyerjük meg a partit? Igen, most futó F6 leütjük H3. Miért nincs nyert még játékunk? G4 következőben, mindegy, mit lépsz, G5-re is még, akár egy G4-et is léphetünk, de jó, FG király 3, ha meg nem léped, akkor jön a G4, király 3, király D4, és látszódok sima nyert végjáték, távoli szabad gyaloga, klasszikus gyalog végjáték. Ja, szerintem ez nyerve van, futó F6 H3 után. Na, zsokász, hajrá, látom, hogy nagyon-nagyon gondolkozik. Le is ütöttük, és jött a H3. H3-at fontos meglépni, hát még király E3 is jó, de király E3 is jó, de miért ne H3-azzunk? Jó, jött is a H3. Na. Szerintem ezt nyerjük. Ez így tetszik. Na, Petrán a minőség for, még akár egy nagy arányú nyerés is lehet. G5, vezér G4, hát ugye a sötétnek nincs lépése, azért lép az ember, kínjába lép csak ilyen G5-öket, nem szívesen, de nincs lépés, üti is a Petra az első gyalogot. Na, az szóval lehet napos. Egy gyalogot leüti. Hopp, és lehet egy minőséget leüti. Kettős támadás F6. Gyönyörű. F8. Ez egy nagyon szép győzelem. Az A3 ló felé lett. B1, C3, A4, C5, aztán D7-en pedig. Leütött mindent. Na most kezdjük egy kicsit elleneségeket adni. Bástya E6 van, szerencsére. És F6-on. Igen, ezt gyorsan lépjük csak meg. Bástya E6-ot. Vezér F5. Vezér F5 még van neki. Ja nem, lóg a T8. Akkor Bástya E6-ra mit akar? Király? Nem tudom, leütjük az F6-ot, akkor minden lehet menni. Igen. És leütve. Akkor az E1 védve van duplán. Bástya E6 megjött, Chang meg közben behúzta. Adta két tisztet. A C5-en nagyon szépen betrükközte az ellenfelet. Nézzük Viktort. Hát az a királyunk továbbra se egy életbiztosítás. Mit tudott itt csinálni? Vezér F4 lóvá jött, vezér F8, próbálja, hogy a Viktor nem volt 10 másodpercen, és nagyon kellemetlen ilyen állást védeni. Hú, futó rákerül, ugye nagy átlóra mattot kapunk, futó B1, vezér A4, sakk király G7, itt ez az egy ugye part. Ugye nincs vezér D7, mert ugye a vezérünk fogja, vezér E7 van esetleg. Igen, vezér E7 meg is jött, muszáj visszajönnünk, és most ilyen ló G4-ekben is benne vagyunk, ló G4, ló F6. Az igen. A kérdés, hogy azt ki tudjuk-e védeni? Hát igen, ez egy nagy kérdés. Ló, nem tudom. Nézzük inkább a Tomit. Tiszt for. Láttam, Tomi lenyert egy tisztet. Plusz lenyert egy tisztet. 5 másodpercen lépeget. Tehát lóval C5, ló C4. Pozíciósan jobban állunk. Ló D7, futó F1, ló B8, lóval jött. B4. Na. Hoppá, megnyerte. Már meg is nyerte. De jó ég, mi folyik itt? B4-jel nagyon kellemetlen sötét állása, mert gyalogot nyerünk, ha jól látom. C5-et nem lehet védeni. Nagyon szép türelmesen építette föl Tomi az állást, és nyert anyagot, nyert állás. És C6, hamarosan egy
tisztet is nyer, C7, simán a lengyel gyalogot beviszi, ezért C6, lóúti C6 és E7 csak, A6 is rúg. Fú, muszáj kivégzés. Feladni. Nagyon szép parti volt, végig kezünkbe tartottuk, időbe is végig jól láttunk, és milyen kapont. És milyen kapont. Ezzel már 2-0, és nézzük meg, Ádámot nem láttuk itt az új körbe. Hú, kevés az ideje most nagyon. Ló E3, F5, az a baj, most F5 után úgy cserélődik az anyag, hogy a vezérszárnyunk az nagyon gyenge marad, és a király, mi nem tudunk, tehát vezér C4 sakkok, vagy vezér A4-et kaptunk, kettős támadás. Most ezt elrontottuk, ezt nagyon elrontottuk, de D5, jönnek szokásosan Ádámnak a trükkjei, mind a két játékos len van 10 másodpercen, D4-et akarunk ugye lépni vezér B4-re, vagy vezér A6-ra, vezér B4-re. D4-re huszár F5. D4-re huszár F5-öt akar, vezér F5, vezér B8 sakkot akar lépni, és úgy jutni a C7-et sakkra. Viszont utána is a végén vezér F1, vezér F4-ünk van, tehát nehéz, nyilván 10-10 másodpercen nagyon nehéz ezt átlátni. Ló E6-ot lépett először, vezér E7 és D4. Na most így, hogy beállt ez a ló E4-re, ez nem túl szimpatikus, mert ló F6 csakkot kapunk, ugye? Vezér F1, vezér F4 csakra, meg G3-at kapunk, és nincs több és sakkunk. És nincs több sakk, mert a huszár fogja F2-n, D2-n. Igen, úgyhogy H5-öt léptünk. Itt meg nem adják be a ló F6, csak király H8, iszonyat kellemetlen állás, de ugye ló F6, király H8 után vezér F1, vezér F4 már örök sakkal fenyegetne, tehát azért inkább ott tartja a lovat. A4, C5, király H2, megjöttek ezek a lépések, most ez a G3, király G2 is egy szép terv volt világosan, mert nincs lépésünk, A5, hogy kb. Jobb híján. Hát itt mákolni kell. Közben Cukus is megnyerte. Úgyhogy már 3-0-ra vezetünk. Te jó ég! Bástya 6, D3, vezér F6, bástya 5, hát lejtünk mindent, és mattunk. Egy vezér is elmullott. Ez szintén egy... Gyönyörű, gratulálunk. Ez egy szülinapi, ez igazán szép születésnapi győzelem volt. Igen, és reméljük nem az utolsó, hanem még... Igen, ki tudja, hogy játszik a következőben. És a Zsókánál meg itt van ez a... Ki jött az, amit ez mondtál. Ez a végjáték, amit beszéltünk. Király D4, B6, hát most itt ismétlünk. Jó, ezt majd 40 másodperc az egy ellen. Király D4, király E6-os állása kritikus. Ott még... Jó, 3-3. Ez eddig itt elvesztettük sajnos a Ádámnál. Hát sajnálom nagyon. Megkaptuk a G4-et, és nem tudjuk védeni a H7 mezőt. És az E6 lovat. Ló F4 után meg igen, a vezérgért az E6 lógott, itt pedig a vezér F8-at már nem védi az E6 ló. Itt véget ért még egy, a Viktor is kikapott. Hát sajnos az sajnos a királyunk volt. Mindig gyenge volt, és túl kevés idő volt, hogy ott összetudtuk volna magunkat drótozni. Nagyon kellemetlen állás. Nem, igen. Viszont a meccs meg lesz, mert itt mi játszunk nyerésre. Megjött ez a B4, ami nagyon jó. Igen. Zsóka játszik utoljára, tehát eddig 3-2 Zsókán múlik, hogy mi lesz az eredmény. Igen, és hát igen, jó lenne azt is, hát nem tudjuk eljuttatni hozzá az infót, hogy vezetünk, és akár döntetlen is jó, de hogyha tovább játszik, akkor is nyilván csak mi játszhatunk nyerésre. Király E6, és akkor F5-ök azok lassúak, tehát muszáj B3-azni, ez is gyönyörű, és most van lépéskényszer. B5, király C5. Igen, király D6-ra meg F5 és vége. Tehát nagyon szép. Ezért jó volt ez a... Hú, Zsóka, rajtad a világ szeme. Igen, amit ugye sötét elhibádott, az F6-tal belement a vesztőgyalog végjátékba. Ott E6 fenyegetett, viszont futó F8-al játszott volna abban a pillanatban, akkor az döntetlen lett volna. Hát ez is jó. Ugye itt kellett volna neki E6 fenyegetésből futó F8-al kimenni, és akkor az egyenlő. És akkor H3-G4-et megengedni. Igen, királya adta vissza, és nem lesz semmi. Így viszont a gyalogi játék, ezt megnyerjük. Ez a B4 nagyon fontos. Ez nagyon szép volt, Zsóka. Mert ez a nem csak lecseréljük a dupla gyalogot, de utána a nagyon fontos tempót. B3, igen, megnyerünk egy nagyon fontos tempót, amit itt ki is használ, ugye. Sötét csak a király, de egy királya hatos állását tudta tartani magát, hogy F5 nem fenyeget, viszont amint lépéskényszerbe kerül, jön az F5 és véget ér a parti. B4,
Király D6, B5 újabb nagyon szép lépéskényszer, B5 meg király E5 és újabb és lépéskényszer. Nagyon szép technikai. És király D6, király E4 után megint nem tud igen, hova menni. Ezen pedig nincs mit nézni. Ez ugye? Pedig már. Úgyhogy igen, nyertünk. Úgyhogy 4-2-re. Úgy tűnik, hogy nyertünk. Kicsit, végig nagyon biztatóan állt. Közben meccs. Megnézem itt az eredményeket, hogy hogy alakultak. Még a H4 gyalogért is elmertünk, közben nem kell csak az F gyalogra koncentrálni. Ez kettőt, ez pedig igen, ugye akinek kérdéses volt, ugye Ukrajna második helyen állt, na tehát és ez egy nagyon fontos győzelem volt, azt a mindenit. Ukrajna vezetett fordulva előtt, aztán vezetett végül. Igen, mert ugye megverték az Azerbajdzsánt. Megvertük az elsőt. Úgyhogy ezzel érre ugrottunk. Igen. Érre ugrottunk. Szlovákokat az azeriek verik rommá, most eddig 3-1-re vezetnek. Ez nem baj, előtte egy kicsit puhítják, mert most így van, mert most ellenük játszunk, az nekünk nagyon jó. Ugye aki még kemény dió lesz a kazak és a spanyol válogatott holnap, de hát az, hogy a szlovákok most az azeriekkel játszanak, ez nekünk mindenféleképpen jó. Hát gyerekek, igazából ezt megint kiszurkoltuk, gratulálunk mindenkinek, ez parádés volt. Igen, végig nagyon biztatóan álltunk. Viktorért aggódtunk, kicsit ő sajnos nem tudta meg. De a Csank Petra nagyon jó volt, Tomiba bíztunk nagy idő előny, meg plusz egyenlő miatt, és igen. Nagyon magabiztosan behoztuk egyesével, Zsóka pedig igen, egyenlőnek tűnt, aztán szerencsére az ellenféle egyszerűsített egy végjátékre, amit nagyon szépen megnyertünk. És egy gyönyörű 4-2-es győzelem. Itt még mindjárt még beírják, igen. De úristen, hát minden csaj nyert. Így kell csinálni. Igen. Hát a kapitány most igazán büszke lehet. Igen, női kapitány most. Női kapitány most így megveregetheti a kis vállát, hogy igen, ezt így kell. Hát gratulálunk. Igen, úgyhogy itt látjuk, hogy mi 8 ponttal az érre ugrunk, pontosabban Azerbajdzsán előttünk marad, de csak jobb számítás miatt. Ja, a táblaponttal? Táblaponttal, igen, viszont igen, minden szuper. Ennek elére most nem szabad ugye elbíznunk magunkat, nagyon fontos győzelem. Hát igen, volt, de hogy úgy járjunk, mint a franciák ellen, az a szomorú igen, helyzet. Most a Szlovákia ellen megint egy nagyon fontos győzelem kéne, hogyha az is megvan, akkor gyakorlatilag. Ugye akkor igen. Is még van egy Kazasztán, Spanyolország, két nagyon kemény csapat utolsó játéknapra, de akkor már matematikailag nem lesz biztosított még a továbbjutás, de gyakorlatilag már meg lenne. Tehát ez a következő meccs, ez most nagyon, nagyon fontos. Mink azért behozzuk nektek a szlovák csapatot, hogy meg tudjátok nézni, ki várható egyáltalán, hiszen ugye a forduló előtt 10 perccel teszik fel az eredményeket, úgyhogy azért szoktunk elmenni egy néhány perces technikai szünetre, hiszen azért ezzel el kell időzni, meg kell keresni, meg kell nézni. Na, ugye megnézzük. A szlovák csapatban nincsenek túl sokan, úgyhogy ezért azt... És Csang is a legfontosabb pillanatban. Hát Csang győzelme az kulcsfontosságú volt a tegnapi nap után, ugye, hogy ne törjön meg. De hát minden győzelem az, úgyhogy, ez egy nagyon fontos 4-2 volt a egyik favorit ellen, ahogy mondtuk, nem csak a csoportban, hanem a egész versenyen. És a következő ellenfél az látszik, hogy a szlovákoknál gyakorlatilag egy tartalék van a férfi táblán, a nők meg az ifik azok adottak. És már is mutatjuk. Igazából egy gyenge pontot látunk a női ifi táblájukon, 1820-as élővel, a többiek a... De egyébként ugye ez a Rapid, tehát valóságban a Ferkova Dominikának 2-1 körül élője van, szóval, hogy annyira azért nem gyenge, mint ahogy itt akkor tűnik. Akkor nem, persze, akkor ő is jó játékos. Ez a Sahid is, amiről játszottam most nemrég fiatal szlovák, de azért mindenképp mi vagyunk az esélyesek. Ugye itt játszik a Movsesian Júlia, aki a Movsesian nagymester felesége, eredetileg orosz. De ő csapatársad is, nem? Ki? A Szergej.
Ő pont nem, de igen. De akár lehetne is. Ő is lehetne, mert igen, mindenki gyakorlatilag csapattársam, de ő pont nem. A Júlia ugye orosz játékos volt, igen. De most... Igen. Hát ugye babázott egy-két évig. Igen, szintén ismerem a másik női Cibickovát játékosokat, ő is egy abszolút 2300-as abszolút jó játékos. És óvatosan, mert tud magyarul, tehát. Igen, azt nem tudtam. Igen, tud magyarul, úgyhogy óvatosan kell. A végén még visszanéz minket. Hogy Komáromba játszott ott ellenünk a meccsen. Igen, és a két játékosok, egyik a Gazsik Viktor, aki most volt szlovák bajnokság egy GM körformájában. Igen, 9-ből 9-et csinált. Tegnap egyébként meg is említettük Zolival, Gazsikot. Közel 2500-as átlag ellen 9-ből 9-es. Igen, ugye most eredménye. A nagymesteri normáért küzd, hiszen ha jól tudom, már van neki kettő, igen. És a harmadik normája van még és ez hátra. Az élőpont szintén nem stimmel, mert nem a rendes élője az 2540 körül van. Meg világbajnok volt U20. Vagy U18, valamelyik 18-ban világbajnok volt. Számomra mindig meglepetés volt, hogy hogy játszik így, mert én kétszer megvettem 15 lépésben, de mindegy, ő dolga. De valahogy ő olyan játékos, aki egyik nap nagyon rossz energiákkal kell fel, és akkor szerintem bárki megverné, másik nap megveri a 2-5, 2-6-os játékosokat. Igen, olyan stílusa van, ami nagyon veszélyes, nincs nagyon nyitása, de megy előre, áldozza be a figurákat, és jó napja van, akkor mindenkire igen. Veszélyes. Néha meg ugye magát veri meg. Ez így van. Úgyhogy bízunk az utóbbiban ellenünk, és ugye a Druska Jurát én őt nem ismerem. Ő is játszott most a bajnokságon, szerintem ő végzett még a top 3-ban, a Petényi Tomi mellett. És ő is fiatal, gondolom. Igen, ő is fiatal, ő korosztályon még 2007-ben egy Európa-bajnokságon össze is kerültem vele. Na, az nem ma volt. Azért ez nem ma volt, igen. Tacsnyik meg ugye a legenda, most már nem tudom, 60 év körül lehet. Mindig is rengeteg könyvet is írt. Óriási elméleti tudással van régen. Kérdeztük is most tőle, hogy mert a Papp Gábor... Bánusz Tomi Antal Gergő csapattársa Szlovákiába, és mikor együtt játszottunk, kérdeztük tőle, hogy mi volt a legjobb világranglista helyezése. És az a baj, nem emlékszem, de top 20-ba volt. De most Gábor tudjuk, néz minket, úgyhogy azt megköszönjük, hogyha itt kisegít az infóval. 20-ba volt a világon, és nem véletlenül, tehát nagyon jó játékos volt, igen, de hát jó, ugye már nem annyira fiatal, meg azért internetes csapkozásban nem biztos, hogy a legjobb, dominálni. Igen. Sahidi pedig egyébként nekem csapattársam volt. Ő már, hát most már úgy idősödik, tehát már ilyen 17 év körül lehet, talán már a 18-et is betöltötte. Uh-huh. Jól játszik, tehát amikor én láttam játszani pozíciósan, taktikailag, gyakorlatilag... Hát taktikus volt, én játszottam most Fispartit, próbált kavarni, is, de pozíciósan már... 15 lépésben már vége volt. Jó, de hát te más szint vagy, ezt azért tudjuk. Nem mindig sajnos már elmúltak azok az idők, hogy ezek sima partik legyenek, de ellene még mindig sikerült szerencsére gyorsan nyerni. Nem is tudom, kivel játsz, hát a Kozival. Kavarni. Jó, hát Kozihoz képest. Igen. De reméljük, Kozit nem törte most meg ez a veresség. Én legalábbis, hogy őt ismerem, most így betesz magának valami kis zenét, és igen, ez egy fontos parti. Összekapja magát. Igen, mindenképpen. Meg ugye kérdés, hogy Benji fölébredte Amerikában, mert ugye reggel 8 órakor kezdődik a parti számára. Úgyhogy ezért az első kettő fordulóban még nem játszott. Igen, néhány perc múlva úgy is kiderül, hogy mi lesz a most páros minden bizonnyal most be fog még ülni. Nincs meg. Igen, viszont, hogyha jól emlékszem, Benji nekem csapattársam volt a szlovák CB-n, és ott amikor együtt játszottunk, akkor ezt a Druska Jurájt nagyon megverte. Mattot adott neki 25 lépésbe kb. Úgyhogy most is aláírnánk valami hasonló eredményt, úgyhogy mindjárt kiderül. Frissíteni fogják az eredményeket. Közben az állást azt gondolom láthatjuk, azt meg tudjuk nézni, hogy áll a csapat. Már is megnézzük, kicsit ráfrissítek az oldalra, hiszen így most ez a helyzet. Igen, második helyen vagyunk. Volt versenyben első helyen vagyunk. Ja, igen, végül is így van. Én a táblapontot néztem, te pedig a csapatpontot. Igen, ugye látszik, hogy gyönyörű eredményünk vannak, ezt az egy pontot ezt felejtsük el, de az összes többi az nagyon hát szép. Most 6-0. 6-0. Igen. Ezt nem tudjuk elégszer elmondani, hogy ez egy bravúros 6-0 volt. Igen. Most pedig ez a 4-2 is, hát
Tegnapi szépítése eddig gyönyörű volt, és igen. Viszont ami mutatja, hogy miért nem szabad elkönnyelműsködni, mert itt van három brutál csapat, a Kazasztán, Ukrajna, meg Spanyolország, 7 ponttal, tehát 1 ponttal mögöttünk, véletlenül vesztünk egyet, akkor már 5. helyen is állhatunk, hogyha úgy alakul. Tehát most ez egy nagyon szép győzelem volt, nagyon kellett, de nem lehet megnyugodni, tehát itt jön ez a Szlovákia most, akit meg kell verni. Nem nincs lesz egyszerű, mint láttuk. Nincs és mese. Akkor egy jó, egy 3-3-as győzelem, az nyilván óriási lenne. Mára kérdés itt, hogy itt ki kivel játszott. Ugye Kazasztán az látszik, hogy jól állnak, viszont nem játszott Azerbajdzsánnal, velünk Ukrajnával, tehát nekik lesz a legnehezebb dolguk. Ukrajna már gyakorlatilag játszott mindenkivel, meg a spanyolokkal is. Kazakokkal játszanak majd most, nem? Nem tudom. Nem tudom, megnézzük. És a spanyoloknak is kimaradt még az azeri magyar, tehát jó, nekünk ezek a holnapi két parti, a norvég se lesz olyan egyszerű, de ott azért nagy favoritok vagyunk, de a spanyol kazak meccsek azok nagyon fontosak lesznek, de nem menjünk ennyire előre, mert most ez a igen, és most Szlovákia. És ott megmondjuk. Van, fölkelt Benji. Fel is. Fölkelt Benji. És beült az első táblára. Az Viktor ellen. És kitették ezt a Duska Jurát, helyette a rutint, a Tacsnyikot. Én közben megpróbáljuk behozni nektek. Hiszen ugye folyamatosan frissítik, így nekünk is ehhez alkalmazkodni kell. Mire számít az Benji Gazsik? Benji Gazsik? Hát én bízom benne, hogy azt a Gazsikot látjuk, aki gyorsan össze szokott omlani néha. Most nyilván óriási paszban van, ez a 9-ből 9, meg itt is, most az előző fordulóban is. Tehát azt mondod, hogy kicsit elbízza magát? Hát önbizalommal biztos, hogy van. Bízunk benne, hogy ez most nem fog segíteni rajta. És Imi játszik nálunk, tehát Tomi és Viktor kimarad. Imi játszik sötéttel Tacsnyik ellen. Be is hoztuk nektek, hogy lássátok. Igen, itt látjuk. Hát ugye Tacsnyik nagyon stabil játékos. Ha meg tudjuk számolásba az a gyengesége, meg tudjuk kavarni az állást, Imi valahogy ugye abban nagyon jó szokott lenni, sikerül összezavarni, lemegy időben, akkor azt megnyerhetjük pozíciósan, még most is nyilván nagyon jól tud játszani, és azt kéne elkerülni, hogy valamilyen egyértelmű pozíciós csata legyen. Nekem például mindig, mikor játszom bele, akkor leüti a szlábban a D5-ömet, és ott nehezen tudok akciózni. Én és ugye Imi is szlábos, most fekete lesz a lenne? Igen, megint halmatlan fekete, lesz úgyhogy fekete. Ott ilyen szempontból jó lenne, hogyha nem valami CD5-es szláv jönne, mert abban nehéz lesz kizökkenteni, vagy taktikákat kihozni. Chang ugye a nagy győzelem után most a Movsesian feleségével játszik, aki hát igen, ilyen 2300-as orosz sakkozó. Nem lesz egyszerű. Nyitás. Én játszottam vele többször is, egyébként azt vettem észre, hogy nyitás nem az erőssége. Uh-huh. Utána próbál, de hát már azért nem annyira fiatal. Meg most született igen, gyerekük. Tehát most lehet, hogy Chang el tudja úgy kapni. Ráadásul uh-huh. Világosan lesz. Tehát, hogyha belevezeti uh-huh. egy hát a Chang nem mondjuk D4 futó F4-en, mindegy, hogy fehér vagy fehérek vagyunk, de fehér vagy feketék vagyunk, de... De hát ott mindegy. A rutin és rutinból, mondjuk a tapasztalat, hiszen Cseng biztos, hogy készült most az olimpiára. Az biztos, tehát, hogy favoritok vagyunk. Azban. Igen. Úgyhogy ezen a táblán bízunk Csángban. Ugye itt igen. Alma is írta, a főnök úr is írta, hogy tegnap Cseng azt mondta, hogy akkor fog nyerni, amikor a legnagyobb szükség lesz rá. Ezt meg is tette. És meg is tette. És a leggyorsabban. Cseng profizmusa gyakorlatilag nem tudja senki leutánozni, szerintem. Igen. Utolérhetetlen. És a szülinapost, aki jól végezte dolgát. Megy elfújni a szülinapi tortát. Igen. Tortát a gyertyákat. Szép szülinapi ajándék volt ez. Így van, és köszönjük ezt. Úgyhogy, hiszen nekünk is ajándék, tehát azért ez gyönyörű volt. És Anita, ugye, aki az első partit megnyerte, másodikban nem játszott, ül vissza a magyarul beszélő Csibicskova. Zsuzsa. Igazából Zsuzsa Anna lenne ugye a magyar megfelelője, de én úgy emlékszem, hogy mindig Zsuzsának hívták. Uh-huh. Ádám játszik a Shahidivel, igen. Ugye Ádámnak igen. Nagyon fontos, hogy most ezt a vereséget, ezt villamgyorsan el kell felejteni és koncentrálni az új partira.
Ugye láttuk, hogy már Dél-Afrikában is nagyon szenvedett, tehát most de neki világosan lesz most. Össze kell kapnia magát, ennél most jobban kell játszani, mint az előző kettőben. Ellenfél kavarni fog, de abban ugye tudjuk, hogy Ádám azt imádja, tehát igen. Ott abban meg fogja valahogy trükközni az ellenfelet, és akkor a Dorina és a pedig, Dominika. Igen, nem tudok mit mondani. Te hátra. Hát én úgy gondolom, hogy én mondjuk a Ferkova Dominikával is játszottam már, pedig nem korosztályom, de vele is összekerültem már. Egyébként szerintem nem az a nagy taktikus játékos, tehát nem hiszem, hogy valami taktikus parti lenne ott, hanem a pozíciós. De az elsőben láttuk, hogy a Dorina szépen megmattolt a D4-en az ellenfelet. Hogyha Dorinám, de Dorina sötét lesz, tehát hogyha... Hát ott is sötét van. Ott nem, is sötét volt? Persze, ott nyitott, te tudod, az ja, királyt mattoltam. Igen. Hát reméljük most nem fog egy ilyen hasonló megnyitási kavarodás igen, lenni, mert ugye az elején elnéztük a gyalogot. Igen, így van, úgyhogy reméljük ez nem fog megtörténni. Bízunk Dorinában, szurkolunk nektek, nagyon. Igen, úgyhogy 5 perc múlva kezdődik a parti, most már gondolom ízzik a net. Ízzon a chat is. Ízzon a chat. Mit gyertek, jelezzetek, mondjátok és tippeljétek, hogy mennyi lesz a végeredmény, így most Bival összefoglaltuk a... Van-e valamilyen kérdés a chaten? Csabihoz esetleg olimpiával kapcsolatban, vagy valami szaftosztorikkal kapcsolatban azok az izgalmasok. Nyugodtan írjatok, felolvassuk. Hopp, GM Alma megérkezett. Sajnos... Nem 4, látom, 2, hogy mit írt. 5-1 a tipp. Tényleg mindenki tippeljen, mennyi lesz. Igen, ugye itt szavazásra bocsátottuk, hogy behozzuk el 4, játékosokat. 4-2, 4-2. Én 4 és felett mondok. 4 és felett beszállok. Mondasz? 4 és felett. Figyelj, mi befogadunk? Figyelj, Zolinak már jövök egy vacsorával. Ezután már nekem és te aztán mit mondasz? Minden. Szerintem én mennyi mit lesz? Szerintem a 3,5 lesz. 3,5 elég, ott a na, konzervatív kapitány. Igen, a főnök úrral. Igen. Hát igen, rutin meg. Egyébként igaza van, tehát most nem szabad elbízni magunkat. 3,5 bőven elég, nem szabad hirtelen nagyon nagy elszállni itt a dolgoktól. Tehát a most kell megnyugodni. Második hely nekünk bőven elég lenne. Nekünk az bőven elég lenne. Persze, első háromban minden jó, majd a döntőben kell minden jobban. Közben behozom a chess.com-on is, hogy el igen, tudjuk kezdeni. Találja, mi a jutalma? Mi a jutalom? Na Gábor, találjunk ki valamit. A hellósak. Hellósakos póló. Hát látod, még én se kaptam hellósakos pólót. Na hát, ezt nem kommentálom. Igen, inkább ne. Inkább ne. Csabival egy óra edzés, Chess Evolution edzés. Ajjaj. Az drága lesz, drága mulatság lesz nekünk. A hellósak az állítólag mindent. Állj. Mindent bevállal. Na szóval Csabi, most rajtad a világ szeme, mi lesz itt a... Hát én 4 és felem most már nem változtatok, de egyetértek a kapitányra. De hogy mi lesz a jutalom, aki eltalálja? Ja, hát azt az a hellósak kapitány úr, kérjük a jutalmat. Hát most mondta, eltalál. Hogy egy hellósak, hát mondjuk Csabival edzése hellósak keretein belül. Hogyha... Valaki focit akar nézni. Focit? Úgy látom. Hát focilabda. 4-2. Na jó, de most az volt a kérdésünk. Ne terelj. Próbálok. Azt látom. Az volt a kérdés, hogy bevállalod-e, hogy aki eltalálja. És mi van, hogyha mindenki 4-2 és 25-en mondtak 4-2-t? Hát 25-en mondtak 4-2-t. Figyelj, egy óra. Hopp, egy kérdés, Csessz mi a véleményetek arról, hogy Szabolcs ezt a külföldi szövetség a kapitányt akar hozni? Nézzed a Zoli is. Nem lehet tiltani GM Almát? A csapról? Nem. A Zolit aztán még pláne nem fogjuk innen kitiltani. De kitiltani? Hova gondolsz? Ő lassan már a hellósak csapatának a tagja lesz ennyi közvetítés után. Bejátszotta magát. Hát. Igen. De... Szóval... igen, mi a kapitány, erre kapitányra, a kapitányra? Szövetségi kapitány. Hát ugye... Ez egy nehéz kérdés, mert ugye ez jelenleg egyéb gondokat is meg kell oldani. Hát akár a járványhelyzeten. Meg a szövetségen belül is, ugye, hogy itt lehessen érdembe játékosokkal is, meg kapitányról is beszélni.
Igen, de hát nyilván a kapitányi kérdés az egy nagyon nehéz dolog, mert olyan kell, aki minden játékos. Igen, minden... szavazásra bocsáthatjuk a Csabi tiszti pozícióját. De szerencsére kezdődik a parti, úgyhogy... Kezdődik, de hogy kezdődik? Szóval nem könnyű kérdés, ez a külföldi kapitány, magyar kapitány semmilyen szempontból, jaj, nem hoztam mert nem, be. Nem egyszerű feladat ez. És a játékosok is ugye megvan a saját javaslatuk, hogy kiket szeretnének, fogadnak el, tisztelnek a véleményét, és ott azért sokszor föl kell lépni. Tehát, és az egy olyan ember, akit mindenki elfogad, az kb. Lehetetlen találni. Tehát ahhoz, ugye arról beszélünk, hogyha lehetőleg erősebb csapattal akarunk leülni. De hát igen, ezt meg kell majd oldani. Először ugye azt kéne összehozni, hogy legyen hozzá keret, hogy a játékosokkal meg a kapitányi pozíció jelöltekről el lehessen kezdeni. Tárgyalni mondjuk. Tárgyalni. Tehát nem egyszerű ez a kérdés. Ez majd egy nehéz de ha kérdés szóba lesz. Jönne, hogy te így visszatérj kapitányi pozícióba. Hát engem egyenlőre meg se kerestek, föl se nem kerültem szóba, úgyhogy ha szóba jönnék, akkor ez egy külön téma, de egyenlőre ilyen nem volt szó. Közben 3:01 van, tehát kéne. Hát figyelj, igazából még nem jöttek be a partik, de közben meg fogjuk nézni. Ilyenkor ugye automatikusan be kéne ugrania, de itt még... De még nem, úgyhogy ráprissítünk egyet. Hát még nem indult el, pedig 3:01 van. Na és ott egy konzervatív, 3,5-2,5-es győzelem. Na, Restás Petit üdvözöljük. Még nem indultak a partik, ugye indult. Peti csapattársam. Gábor, úgyhogy férfi kapitány. Igen, most nagyon-nagyon egymásra kapitány, vagyunk hangolva. Kettős kapitány, férfi és női. Na, igen, most ráadásul mindenes. Gábor na, mindenes csak itt is. Csak valamit ír, hogy mostantól követve. Ja, igen, pontosan. Uh-huh. Jó. Hát örökre nincs ideje Gábornak. Na, ez és igaz. És akkor bejött az első parti. Mindjárt folyamatosan bedobja a többieket. Ja, Benji a Lowell és... 3, ugye reggel 8-kor csak szolidan. Lowell 3, G3, nem szabad nagyon. Úgy B3, így pontosan. Reggel 8-kor nem megyünk túlságosan előre. Gyapi féle stílusban. Igen, ezt itt el lehet, és akkor majd később fölébredünk. És kim vannak a futók. Meg bejött az összes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, akkor Zsóka előző. Bezárhatjuk, igen. És akkor így végig tudunk ugrani. Na nézegessük gyorsan meg. Na nézzük. Na megint jött az A6-os. Ugyanez volt. És neki nem leütik a D-t, már megszoktam, de úgy néz ki, hogy a IMI ellen nem. E3, G-t, ez a Schlechter, ez is egy stabil nyitás, ez se egy olyan dolog, ami könnyű nagyon zavaros állásokat kihozni, hogyha világos nem akarja, de jó, ez ilyen... Tehát IMI részéről ez egy jó választás, azt mondod? Hát stabil. Ugye nekünk az lenne a célunk, hogy kicsit megzavarni az ellenfelet, összebonyolítani valahogy Lua 4-ekkel, ahol elkezd majd gondolkodni az ellenfél, és ilyen számolásban nem annyira... És akkor rájátszani ott az átlóra futó G7C-t. Valahogy igen, C5-ökkel lóciát kipattani, Lua 4 ugye azért tette a futót D3-ra. Ez még elmélet. Hogy mondom, itt az lenne a cél, hogy megzavarjuk az állóvizet. Igen. Chang, London. Ezt hiszem ugorhatunk is tovább. Utána Anita Rauser. Igen, egyébként Rauser. A Cibickova nyílt cickókat játszik alapvetően, tehát ez nem meglepő. És ez a futó egy utóbbi időben divatos megnyitás, ugye régen itt csak a B5-ös változat volt, most viszont futó tehát elkezdték nagyon jó játékosok is lépni feketével, és Lóf 3 az elmélet, azt hiszem. Szerintem is. És hát majd látjuk itt még ellenfél elkezdett gondolkodni, az ugye mindig pozitív, amikor a ellenfél kezd el először gondolkodni, és még tart a nyitás. Ádám pedig szintén szolidra fogta a figurát, és egy angol megnyitással D4, D6 ellenfél, ugye nem a CD
CD-s szerkezetek felé megy, hanem egy, na, hogy mondják ezt, királyindé felé. Ádának viszont, mintha már lett volna egy teljesen olyan partja, hogy Lóci ütötte a C5-et, és van, így van, valakit, egy ilyen szimmetrikus szerkezetbe azt ott első fordulatban valakit megvert, nem tudom már ki volt. A futó, Lóci a DC-DC futó E3-mal. Igen, ugye az elődöntőben, vagy hát elődöntő igazából az előző divízióban is volt már erre partia, ott játszott szerintem. Valaki ellen, igen, nem igen. Tudom most. Lehet, hogy pont emlékszem. Egy ilyen neve nincs csapattal, hiszen lehetséges. De ellenfél itt is 2 perce nézi, tehát amikor itt az mindig pozitív. És itt a Dorina, az pedig egy Merani játszik, Slavnak indul, Merani, futó C4 főváltozat, futó B7 sánc, A6, ugye megvédjük a B5 gyalogot. Ez a riblisak kiskora, nem? C5-tel kiugorjunk. Hát én nem tudom, hogy milyen a riblisak kiskora, de ez a Merani pedig sokan játszák. Ló E4-et lép világos, olyan szempontból ez nem szokás lépni, hogy világosnak A4-et bele kell tenni, mi arra B4-et lépünk, és akkor a ló E4-et, és ugye az A4, B4 ugye a pontokat meggyengítve az világosnak kedvező, akkor ilyen huszár E4, futó E4, huszár F6-os lépés, még a fecó ellen volt ilyen partim, annak idején egyenlő változat. Ló E4-el kezdeni így, hogy nincs meg az A4, B4 gyengítés, ez teljesen ártalmatlan. Ha akarjuk, léphetjük a C5-öt is, azonnal üthettük is a ló E4, ló F6-ot is, és utána céltözni, akkor sincs semmi bajunk. C5 is jónak kell legyen, így A4-B4 nélkül ki fogunk egyenlíteni. Ami furcsa, hogy az ellenfél nem gondolkodott, viszont ezt a ló E4-et inkább összekeverte, mert A6-ra tényleg A4 az egyetlen kritikus. Pedig olyan gyorsan lépte, egy gondolkodás nélkül gyakorlatilag, most meg aztán igen, is most lopat. Megnézi, mert előny ugye azról már nem beszélhet világos, és kiegyenlítünk gond nélkül. Ló F6, ló üti F6. A4-et majd bele fogja tenni, világos később, de itt már ugye B4 se kötelező, itt már léphetünk egy C4-et is. C4 is kifejlődünk, aztán abszolút jól állunk. Úgyhogy nézzük térjük a rendjét. Kitettük a futókat. D4, C5, C4, ütüt, A5. Hát ez az A5, hát ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy pozíciósan szörnyű dolgokat tud művelni. A5 az, én nem tudom. Hogy született meg, ugye ez a kidolgozza magának a C5 pontot, de a D5 az sokkal fontosabb annál. Tehát a C5-öt azt tudjuk mellőzni, sőt később ugye A3, B4-ekkel majd, ha úgy alakul, ki is tudjuk rúgni. Onnan viszont a B5 pont az ott marad örökre, tehát ilyen A5-öt nem lehet lépni. Nem ismerem ezt a nyitást, de... Nem lehet, hogy megcsúszott a gyalog, és A6-ot akart? Nem tudom, ettől a játékostól, hogy beszéltünk, van, bármi kitelik. Úgyhogy no a 6 sánc, ló célt, A3 már fölkészül, mert most kirúgni. Ez se volt ugye kötelező, simán vezér C2, bástya D1, bástya C1 először behozhattuk volna a tiszteket, de A3 is teljesen jó, mert ugye később majd ki fogjuk rúgni ezt a lovat C5-re, és ahogy beszéltük, a B5 pont az, meg örökre ott maradt. Tehát itt mindenképp nagyon jól jöttünk ki a nyitásból. Futó E6-ot lépett, türelmesen kell játszani. Csak ugye ez mindig kérdés, hogy reggel 8-as parti, ezt hogyan reagáljuk majd le, mert azért sose egyszerű. De nyitás szempontjából hát igen, jól ugye alakult. Ehhez képest az ajkai 8-30 az egész kényelmes. Igen. És Iminek sikerült átverni az ellenfelet, mert nem tudom hogy, de már jobban állunk gyakorlatilag. Ez a D4 izolált gyaloggal, B2 futóval ugye szörnyen elvilágos, hogy ezt hogy sikerült kihozni, nézzük meg. Jött a C5. Igen, ezt erről beszéltünk. És futó B2. Ugye DC nem működik nagyon itt a átlós kötéssel, CD szintén nem, futó B2, akkor megjön a CD, és ha lóval ütne, akkor E5. E5 jónak néz ki, mert nincs jó mert helye nincs annak jó. A lónak. Igen, 20F3, E4 villa. Igen, elmegyek E2-re. Ugye a E5 is kérdéses, ha tehát az lehet... E2-re, akkor E4 és utána C4-et. Igen, így, csak... Nem? Hát, igen, jó kérdés. Valószínűleg azt csináljuk, és utána ló BD7-tel megpróbálunk célt E5 föl megjelenni, de azért az kérdéses, mert mi gyalogjaink is elgyengülnek igen, nagyon. Az az tehát E4. Az E4 gyalog is elgyengül, meg a pontokat. E5 az kérdés. Neki Én lóval ütöttem volna vissza. Az is lehet, hogy lóütésre nem akarunk mi E5-öt lépni. Szerintem simán D5-i C4, futó 5-i C4, B5, futó B7, kifejlődünk és egyenlő állás. Uh-huh. Ez a ED után viszont itt már lehet játszani, mármint hogy sötét kényelmesen áll. F4,
főleg ez a low-ulti déjét, ezt én nem tudom, hogy hogy találta ki, hogy a futó G4 fenyeget, lehet, hogy valami H3-ra a DC4-től félt, és a low D4-et lóg, igen. Lehet, hogy megijedt, de hát jó, low D-t után leütjük, ugye nem vezérrel, hanem low B4, és sötét jobban áll. Tehát ez egyenlő plusszal jöttünk ki a nyitásból. Ez így nagyon jó, és időben is természetesen ugye, sima. Igen, ugye most ilyen 20R6-okat, 25 G6-ot nem kéne elnézni. Hát jó, de ez nem fenyeget, úgyhogy simán bástya C8, vagy vezér A5, vagy sok lépésünk van mindenre. Ja, az, ami fenyegethet, hogy ott a világos mezőkön valahogy betrükköznek, hogy tudod bástya E6-tal valahogy minőséget áldozni. Hát azért igen, de hát, meg hát a touchnyik az ugye, hogy beszéltük, nem attól kell félni, hogy itt szétáldoz minket, hanem még pozíciósan elkezd majd valamit játszani, de pozíciósan itt nagyon jól jöttünk ki. Ugye futó L4-re most az a terv, hogy futó D5-t gyorsan kicseréljük, izolált gyalog ellen minden csere jó szokott lenni ugye a félnek, aki izolált gyalog ellen játszik. Futó D5-t ütjük L4-re, és a ló vissza gyorsan D5-re, és akkor egyenlő plusz. Igen, és a Chang, hát megmaradt a D3 futó, megpróbálja két kiszedni futó A6-tal, hogy jött ez. Most játszottam Chang ellen épp márciusban, utolsó CD parti, még a koronavírus előtt. És mi lett? Ugyanilyet. Hát remélet. Igen, ott teljesen nyerve voltam, de ez most másik kérdés. A jelenlegi technikámmal jó, örültem a reminek végül. Futó G3, sánc futó D3, vezér L7, lóhelyet. Itt van az a híres trükk, hogyha itt futóval ütjük vissza, akkor futó üti D6, vezér üti D6, D üti C5, vezér üti C5, és futó üti H7 nyer. Király üti H7, vezér H5, csak király G8, ló E4, elmegy a vezér és ló G5 mat. Rengetegen megették már, az jó 2700-as nagymesterek is, viszont ha vezér előtt vissza, nagyon fontos, akkor nem működik ez a trükk. Juliát ebben nem lehetett belecsalogatni. Sajnos ez nem működött. Itt a poén, hogy ott a végén egy bizonyos változatban a D7 futó nem lóg. Most ebben nem megyünk bele, így, hogy nem tudunk lépni a táblán. Jött az F4, B6, sánc és A5. Vezér H5, F5, vezér E2, és ugye futó A6-ot kifogtuk. Futó A6-ot kifogtuk, és most már ugye G4-ekkel akarunk jönni. Tehát ló F3, ló E5, G4 lenne nekünk a tervünk. Ló F3, ló F4. Mindenki tudja követni. Ahhoz hozzájutunk, akkor nagyon jól is állhatunk, viszont itt nem kéne tudnunk hozzájutni. Sötét meg fölön játszik, akkor ez egy egyenlő állás lesz. Most, hogy így betolta a C4-et, ez ugye egy nagy kérdés, hogy a C8 futóval mi lesz. Ugye a mi futónk is jelenleg nagyon vacak, sötét a vezérszányon jobban áll, viszont hogyha, amit mondtunk, tervet ló F3, ló G4 megjön, akkor a C2 futónk jó lehet, tehát és van ez a plusz tervünk, hogy B4-re a futó A4-gyel igazából megfogjuk az egész királyszányat, és esetleg egy jó úszár rossz futóba is belemeltünk néha, futó C6 lóvájátokkal. Ezt a B4-et nem kellett volna elkapkodni a sötétnek, de nekem ez az egész C4-B5-ös dolog, hát meg lehet lépni, de nekem annyira nem tetszik. Szerintem itt ez egy kicsit jobb állás lesz. És az jó mindig, hogyha nincs jobban állunk. Most akkor Anita, ló F3 megjött az ellenféltől, B5. Ez E5, B4. BC az elmélet, itt még nem kell aggódni, hogy bonyodalmak vannak. D5. A3, sánc, futó D3. Én nem ismerem innentől, hogy miket kell csinálni, de ránézésre sötétnek nincsen semmi problémája. Ugye itt a kinyílt... ideje is több, tehát egészen biztosan számított erre Anita. És a BC vonal az ki van nyílva, tehát ott a... Hát jó, még messze vagyunk egy veszélyes támadástól, de gyorsan megérkezhetnek a bástyák. Ugye per pillanat nem tudunk valahogy vezér B6 bástya C8-al gyorsan behozni a figureket, mert lóg az F6-unk, de valahogy az kéne. F5-öt nem szívesen lépnénk, ugye, mert akkor G4-ekkel majd ki fogják nyitni, meg az összes pontot átadjuk. Szóval az jelenleg ugye a F6 gyaloggal van kisebb gondunk, hogy nem tudjuk kitenni a vezért, és nem tudjuk behozni a bástyát, tehát ezt kell megoldani. Arra gondolnék, hogy a C3 vezér zavar minket, és bástya C8 el kéne zavarni, csak az A6 gyalog, nem tudom. Ja, A6 nem lóg. Az egy szép motivum, hogy bástya C8, futó A6, huszár B4-et tudunk lépni, és futó C8, huszár A2 nyer.
tehát futó A6 huszár B4 az lenyeri az A6 futót, tehát bástya C8-ot kéne lépni, és ló B4 fenyeget. És ha elmegy a vezér, az F6 mezős. Elmegy nyomás, a vezér, akkor meg már ki tudunk ugrani. Vezér B6-ra, és támadunk. Bástya C8 után nekem nagyon tetszik az állásunk. Király G7, ezt nem kéne lépni. És huszár G5? A huszár G5 nem fenyeget semmivel, de... Ha leütöm a H7-et. Hát de az nem az a... Elkapjuk a végén. Elkapjuk. A huszár G5-re D4 is van, ugye tiszt. De nem, hát G4 G5 most világosra. Ugye azért nem lépnék király G7-et, mert G4 G5-be beleállunk, és mit csinálunk. Nem, hát a bástya C8 az szerintem nagyon jó lett volna. Itt király G7 most a G4 után nekem nem tetszik. De nincs... katasztrófa, csak G5-öt nem kéne megkapni, mert kinyílik a G-vonal, akkor ugye mattot kapunk. Most ez a király G7-tel belelépünk mindenbe. Tehát Anita ugye érzékelte, hogy ezt a vezér B6 bástya C8-ot kéne meglépni, azért védi meg a gyalogot. B4 kimaradt, csak igen, elnézte a bástya C8-ra, hogy futóval a B4 működik. Na, nézzük a következőt. Ez egy minőség. Itt látszólag nagyon úgy tűnik. Minőséget levittünk. Megint jött ez a DC, és futó F4. Ja, ugyanígy, emlékszem, igen, futó F4, és ló, ugyanígy nyert. Ugyanez volt. És ott leütötte a B7-et, és a C5-t, a hét gyalogok ott maradtak, és végül lenyúzta. Igen, egy az egybe így ment, ott szerintem futó C1, futó B7, vezérüt idé, egy bástya FD, egy bástya AD8 volt, és az már egy ilyen kis plusz-minuszos végjáték, amit ott megnyúzott, és most is gyakorlatilag az történik. Nem lehet védeni a B7-et. Ugyanez volt az állás. Igen, az nyilván szerencsés, amikor minden partit ugyanúgy megnyerjük. Ló G7, ló D5, most ez a ló F-et. Jó, lóg az E7 gyalog, és nem lehet megvédeni. A futó D5 ugye az egy plusz-minuszos végjáték, minden gyalog szétesik, bástya D5, bástya D7, igen. Az szétesik. E7 lóg, bástya F8-ra, ló C7, bástya O8-ra, meg szintén ló C7, és ló E6-ot leütjük, vagy lóg a B7, vagy bemegyünk D7-re, és baj van. Ez valószínű készülés itt még az egész, és ezt gondolom, hogy ez egy plusz-minusz itt ló D7 után. Úgyhogy szerencsére ebbe beleesett az ellenfél, plusz nincs ideje. Ló F5, ló C7 itt meg. Vége. Itt meg már az ellenfél inkább anyagot ad, mármint minőséget ad, mert igen, ló E6 után egyébként is plusz-minusz lenne. Jó, ezt leütötte, E3. Némi kompenzáció van, most futó B7-et elnézte az ellenfél, vagy nem tudom, futó B7-et ezt leütöttük. Na mindegy, ezzel kell foglalkozni, ezt megnyerjük. Hát itt lecserélődik minden, ez ilyen típus semerániakban. Futó E2, ellenfél elkezd eléggé. Hogyha itt agresszívek vagyunk, itt már lehetett volna előnyre játszani. Én vezér D1-et nem ütném le, hanem itt már vezérrel kimennénk a kötésből, vezér E7-re. És ugye sánc, bástya D8, bástya C8 után világos vezérnek nincs helye. Tehát itt már játszhattunk volna előnyre, így, hogy ugye ennyire rosszul adta elő világos ezt a nyitást. A4-et se tette bele, visszafelé lép a figurákkal. Itt is ugye neki vezér E2 kellett volna. Vezér E2, bástya D1 és E4-ekkel játszani. Tehát ilyen passzív lépések ellen már előnyre is játszhattunk volna. Vezér E7 után egyenlő plusz. Végigjáték ez meg nyilván nagyon kényelmes, de ez inkább egál lesz, tehát itt mindent lecserélünk, és akkor egyenlő kitért a cseréből, ilyen futó B6-akra futó A3 sakkot akarna beadni. De hát király E8 után... Király E8 után valószínűleg ott sincs semmi probléma. Igen. De futó D6-ra is tehetjük, hogyha félünk, és következőbe bástya C-nél. Ez egyenlő lesz, vagy döntetlen lesz. Nézzük a többit. Benji-nél. Ló B5, futó E6, bástya B1, bástya C8. Bástya B1, ez jó, előkészülünk szépen. Nem szabad elkapkodni a B4-et, nehogy elgyengüljenek a gyalogjaink, szépen elő kell készíteni. Sötét kifogy a lépésekből hamarosan, térhátrány miatt, ez az A5 gyalog az meggyengíti. Uh-huh. A5 gyalog az meggyengíti a dolgokat, és nem tud lépni, tehát szépen fölépítjük az állást. Futó A1, ez volt a bástya B1 értelme. B3 gyaloggal már nem kell foglalkozni, és akarunk lépni egy vezér D2-t, bástyát is behozni, és amikor, ugye sötét úgy se tud lépni, amikor legjobban fáj, B4-et megtoljuk, és jobban állunk. Futó C6-ra pedig leütöttük, futópár, és továbbra is jobban állunk, majd ha egy B4, B5-öt meg tudunk lépni. Tehát itt B4, AB, AB. Talán most azonnal lehet, hogy azonnal is. Nekem nagyon szimpatikus a B4 is. Lehet, hogy
B4-re, AB, AB, Bástyúti A1-et akart lépni. Igen, és Bástya és egy vezér B4, és az a baj, elveszítjük a C4-et, és két gyalog, abban jobb, hogy nem mentünk bele. Főleg egy gazsik ellen. Igen, az biztos, hogy beütötte volna, az jó, hogy nem engedünk meg ilyet. Türelmesen vezér C2, és majd a B4-et meg fogja kapni. Ló A6-tal próbál védekezni, most viszont ló A4 és C4. Tehát nagyon szép. Ló B6 is fenyeget. Úgy tűnik, Benji-t nem törte meg a reggel 8-as kezdés. Mint látjuk, egyre jobban játszik, tehát lehet, hogy neki reggeli partikat kéne játszani. Úgyhogy, igen, hát ez nagyon szép állás. Bástya C1. Nyomjuk a C6-ot. Igen, hát ez egy plusz egyenlő plusz-minusz közötti állás. Ez a G2 futó egy isten. Igen, B4, B5-ös tervet is megkaphatja. Sötét E6-tal meg kell próbálni bestabilizálni azt a lovat, ezt jól teszi. De hát viszont néha E4-ekkel is. E4 is, vagy csak szolidan E3, futó F1, futó C4. Olyan finoman. Igen, E3 fogni mindent. E4 is jó persze, de E3 is jó, nem finomkodik. E4-et meglépi. És ugye most az van, hogyha E5-öt betoljuk, lódélte visszaáll, egyébként meg bezártuk a futót. Viszont, hogyha ló F6, akkor még olyan tervek is vannak, hogy vezérelt, ja, egyrészt bekötjük, igen, azt nem kéne megengedni, ha máshova megy a ló, hogy futó, meg majd így játsszuk a futót F1-re, és hogyha bármi gond lenne az E4 gyaloggal, F3-mal bevédjük. Most megengedi a kötést, ez nagyon veszélyesnek tűnik. Vagy vezér C3, vagy vezér E5. Valami. Egy kicsit gyanús, mert ugye vezére jut után kötjük is, bástya célját is. Arra is vezérrel elmegyünk, és akkor ott marad a kötés, vagy E5-tel bezár. A vezér célját akar lépni, de hát jó plusz egyenlő az is, de itt már többet kéne keresni. Legrosszabb eset az ugye az, hogy F3-at lépünk, futó F1, és szintén nagyon kellemetlen, de itt már valami több vezér előtt, vezér C3, lehet, hogy nem menjen ez a vezér C7-es dolog. Igen. Aztán lehet, hogy van agresszívabb lépés is, itt biztos, hogy jól állunk. 7-7 perc ellen. Inni, ez most érdekes, hogy mi folyik. Futó N1 futó D5, kivettük a futót, beállt a ló D5-re, tehát ahogy akartuk. Bástya L8, megpróbáljuk E6-tal stabilizálni a lovat, vezér F3, és futó üti E5, D6. Na most ez érdekes, hogy itt hogy állunk. Ugye a sötét mezők kigyengültek, de világos futó nem tudja kihasználni. Ugye a F6 pontot ellenőrizzük, tehát nem fogunk mattot kapni. Nincs is ló már a táblán. Nincs ló. Vezér A5, bástya C8-al bejövünk, el tudjuk kezdeni cserélni pár figurát, akkor jobban is állhatunk, ugye simán. Ezt nehéz értékelni, igazából nem tudom, hogy állunk. Futó D6. Nekem tetszik feketével, de lehet, hogy nincs igaz, amit, mert hogy gyenge a király, de hát jó, ez a futó szép itt díjat, de semmit nem csinál. A D5 ló az sokkal jobban tetszik nekem, szerintem itt jól állunk. Hát kimozdíthatatlan az a kimozdíthatatlan, igen. Ez a futó díjat helyett lehet, hogy még inkább valami bástya C4, és néha átdobni H4-re, meg a futó C1-ről áthozom szintén. Hogyha fehér nem tud támadni, akkor rosszul fog állni, tehát bástya C4, futó C1, H4, H5-ot ugye tolni, neki meg kell próbálni valami ilyet csinálni, amíg tud, mert különben jobban fogunk állni. Ilyen futó díjat, ez szép lépés, de ez a futó, ez azt nagyon rosszul áll igazából. Ez simán körbe megkerüljük az összes figuránkkal, most ellenőrzi a C7 mezőt, meg E7 mezőt, de hát semmit nem akarunk ott csinálni. És el is néz egy minőséget, mert a 20R2 is a következőben. Tehát ez, amit vártunk, hogy taktikailag ugye elnéz már a tacsnyik, és hát jó, ez a futó D6 lépés szerintem nagyon, nagyon gyenge dolog volt, ez a semmibe betenni a futó D6-ra. Itt nem hiszem, bástya C4, futó C1 után világos, norma, jó, nem tudom, egyenlő, vagy nem tudom, hogy kell értékelni egy ilyen állást, nem hiszem, hogy baja lenne. Jó, elnézem persze bástya C4-re vezér A5-öt és kettős támadás. Bástya A4. Lóg az egy, tehát a bástya C4 nem működik, de valami más, valahogy ezt a futót normálisan behozni célra. Lehet, hogy amit mondtál, hogy a bástya CD1-je, és akkor úgy, futó C1 után néha igen, bástya D5-tel. Azt tűnik, hogy ott egy kicsit a kötésre rájátszani ezt. Igen. Futó D6 után, itt vezér G5 után már nagyon jól állunk, és akkor el is nézik, F4-re most ugye leüthetjük a D1-et, ha jól látom, és ló D1, bástya C8. Lehet, hogy nem veszít azonnal.
Hát ez lódi, egy bástyúti C8, bástyúti vezér. C8, vagy vezérel Igen, vezér. hova. De ugye nem adjuk oda ezt a két bástyát, hanem Azt nem vissza, lehet igen. matematikus. Ez lehet, hogy egy mákos, hogy F, feladás helyett F4 és pont, pont izé, lódi, egy bástyú C8 hihetetlen lenne. Jó, vezet D8-at is léphettünk volna, ha nagy a baj, de lódi Igen. együtt valami nem nyer semmi, visszaütöttük. FG, és akkor simán Huszár elmegyünk. C3 is lóg az A2. Hát igen, így viszont nem kéne jobban állni. Vagy nem tudom, lehet, hogy jobban állni. A4-re ugye lódi 5-et akarunk, gyorsan be C2-re, nagyon fontos, hogy a világos bástya nehogy véletlenül megjelenjen. Igen, a C1-en vagy D-vonalat a D1-en, huszár fogja, de a C-vonalat a bástya. igen, pontosan így, hogy mindkét vonalat fogjuk, nem kell félni, hogy a királyunk gyenge lehet. És így, igen, jön következőben a lódi 5 bástya C2, és akkor viszont jól állunk. Jobban kéne állni, meg király G7 H6 felszedjük. Hát igen, ami ugye problémát okozhat az, hogy az a király. Igen, az a baj, nem Hogy nagyon tudunk hozzuk. Akciózni, tehát ilyen bástya C2, nem fenyegetünk nagyon bástya B2-vel Csak nem gyalogat engedjük a nyerni le világos bástya királyt C1, hozni. és a királyunkat nem nagyon tudjuk kiszabadítani, mert H6-ra is majd ugye H4-et fogunk kapni. És világos esetleg olyan terveket próbálhat, hogy B4, B5. És leszorít, és és hogyha vonalat csinál AB, AB magának. talán az A vonalra bejönni, nem veszélyes, mert ugye fogunk mindent, meg legrosszabb esetben B5-re eltoljuk A5-tel mellette a gyalogot. Tehát bajunk biztos, hogy nem lesz ebből, de hogy meg tudjuk-e nyerni, az egy kérdés. De hát ugye szerencsés volt, hogy F4 és feladás helyett F4-et lépett, és életben maradt. Erre mondaná az Zoli, hogy nagy mákos kicsa, mákos tészta. Hát mondhatjuk, én csak nem Igen. akartam. Igen. Csangnak meg ugye kijött, amiről beszéltünk, a jó huszár rossz futó, és meg is jön lassan a G4 is, amiről szintén említettük, hogy ez a tervvilágosnak. Nekünk ugye a vezérszárnyunk kicsit gyenge, tehát sötétnek is adott a játéka, csak ugye a matt az erősebb, mint a vezérszárny, tehát az a kérdés, hogy itt sötét össze tudja magát foltozni, mert nem egyszerű. Meg G6-okra ugye ilyen később GFF H4 H5-ökkel lendülünk meg, vagy lehet, hogy inkább G6-ra azonnal H4, H4 és H5, úgy H5, igen. Az pontosan. Tartani a feszültséget, nem ütni az F5-öt, FG-re meg nyílik a vonal. Ugye a ló G4 futó G6 az nagyon rossz lenne nekünk, azt tehát nem most akarjuk. Kéne F5-tel kinyitni. Mi szólt F5 ellen? Futó A4, vezér D2, bástya F8, de akkor ütjük az E6-ot. Nem tudom, valahogy F5-öt kéne lépni. Ő előkészíti még egyszer, csak így most az a kérdés, hogy ugye G6-ra már ütjük a ló G4-et, és nincs futó G6, egyébként meg jön az F5, ezt próbálja védeni futó A4, bástya F8-al. Most F5 az lassú, ezért üti ló G4-et. Most nem ér át a futó G6-ra, futó E8-ra, meg ló E5-et tudnánk lépni. Király H1, átdobjuk gyorsan G-vonalra, és most azért itt nagyon ugye bástya B2-re, veszélyes állunk. Megjön a bástya vezér, B2, vezér C1, vezér A2, A2. És gyorsan kéne mattot adni, mielőtt elvesztjük a partit. Igen, mielőtt bástya G2, bástya B1 megérkezik. Igen, ezért nem tudom. Lógiát ott be kéne ütni, csak hogyha cserélünk egy bástyát G2-n, akkor hogy adunk mattot. Igen, most kérdés vezér A2 után, hogy a fenyeget bástya G2 és B1-en is gyengék vagyunk, nem üthetünk B2-re, mert H2-n van bajunk, tehát mit akarunk lépni vezér üti A2-re, lehet, hogy ló G6 egyetlen, és lesz, ami lesz. Csak ló G6-ra is ugye bástya üti G2, bástya üti G2, vezér B1, valami ló előtt csakkot beadunk, király F8, muszáj lesz cserélni B1-en, és az agyalog az bemegy, futó B3, A4, A3 meg se tudjuk állítani. Tehát vezér A2 után itt látszólag egy kisebb gondok vannak. De hát lehet, hogy működött Igen. ez a C4, B5, B4-es dolog, odaért szépen. Meg lehet, hogy nekünk meg az F5-tel meg kellett Igen. volna próbálni. Nyilván itt pillanat alatt nehéz átlátni a dolgokat, hogy mi van. Megjött sajnos a vezér A2, nézzünk gyorsan valami mást. Na. Ellenfél szerencsére nem lépte meg ezt a G4, G5-es tervet, és nyilván, hogyha bármi más lép, akkor megérkezik ez a, ugye mondtuk, hogy azért lépett annyit a király G5-et, hogy vezér B5-et, vagy vezér elmenjen bástya C8-ig, most azért nagyon gyorsan fog jönni a támadásunk. F4 is néha lóg, nem tudom, inkább azért matra játszunk. De leüti az F4-et. Szóval gyalog, lóg G5 és vezér E5.
Nyilván ezért nagyon szívesen cserélünk. Igen. Lóg a B2. Lóg, az mindjárt, nem. Tehát, de, hogy igen. Ha elmegy a vezér, akkor Bástya B8 azonnal. Igen. Azt most már muszáj cserélni, viszont így nyilván F4, H7 gyalogot elcseréltünk, szélső gyalogot centrumra, ekkora centrummal, sőt ez a H7 ló nem is biztos, hogy ki fog jönni innen. Biztos, hogy nagyon jól állunk. Itt már ilyen, hát Bástya H8-ra ugye futó F6 még pont tartja magát. Futó F6-ot akar lépni mindenre, F5 valószínűleg kötelező. Akkor meg túléli a ló, tehát nem vesztett, de jól állunk. Bármit léphetünk, ló G6-ot is léphetünk. Futó B5-öt is nagyon tetszik kiszedni ezt a futót, és ugye nekünk a D7 futó annyira nem jó, tehát azért futó B5-et cserélni, és ezzel a centrummal egyszer elkezd menni, akkor nagyon nehéz lesz föltartani. Világosnak ugye széleken vannak szabad gyalogjai, de hát egyik se ér semmit. Tehát ez biztos, hogy egy tiszta előnyes végjáték lesz nekünk. Igen, Ádámnak ugye a minőség for ezt realizálni fogja szépen, futó B7, B3. Bástya B7 minőség, és nem csak egy minőség, nincs gyalog, de néhány védekezőt lépünk, és akkor jó lenne Bástyát cserélni, csak ugye nem tudunk még. Lóg és mindig elmegy majd, de jó, előbb-utóbb, ha sikerül, akkor Bástya B5. Kisebb technikai gondok vannak még, de objektíve meg fogjuk nyerni ezt az állást. Ahogy Donina. Na, kicsit elkezdünk jobban állni. Futó D6-ra ment, nem adta meg a A3 sakkot, Bástya C8, csere, futó F3, király D7, most ugye egyenlő végjáték, de ezzel, hogy E5-öt megengedte, most elkezdjük szépen visszaszorítani a tiszteket, és ugye ló E2-re már E4-es figurát is nyer, ló C2-re meg futó F5, E5-öt neki nem lett volna szabad megengednie. Most igen, látszik is az álláson jönnek a tisztjeink, nem mondom, hogy komoly dolog, de mindenképpen mi nyomunk. És láthatjuk a szélen, hogy minden partiban igazából nagyjából fejfej mellett vannak. Azt mondja itt Gábor egyébként, hogy Chang kihagyott egy szép remit. Chang? Aha. Vezér A2-re, itt, vagy hol? Igen, Rogi, vagy hát 30... H-val visszajutott, ugye mi Bástyúti G2-t mondtunk, Bástya G2 vezér B1, szerintem nyert volna. HG Így. Igen, és itt vezéríti B2, Bástya G7 helyett. Igen, és sok mindenhol. És Bástya G7. Aha. És ugye vezérrel nem üthetem vissza, mert Bástya G3-ra vissza, és mattot adtunk, ha jól látom. Tehát vezér B2-re muszáj Bástya B2-t ütni, és arra meg örök sok. Tehát Bástya G7 jött, ja, most ütötte. Ja, és ez volt, micsoda trükk, és vezérrel ütött vissza. Ó, sajnos ezt elvesztettük, vezérrel üthetett így vissza. És a Bástya G3, ugye amíg a király hátán volt, ez mat lett volna, így meg futó C2-vel közbehúzés. Jaj, Istenem! És itt feladtuk sajnos. Na, ez nem indult akkor így jól. Nézzük többieket, hát ha egyenlítünk gyorsan, meg utána átvesszük a vezetést. Na, Benji vezére eljött lépett, nem jött meg a vezér C7. Bástya A6 jött helyette, így viszont jövünk. Bástya B6 nem cserél. Ez látszólag egy kicsit nem játszunk pontosan. Ezért D4, visszaszorítják, biztos, hogy hibázgatunk, de így is jobban állunk. Bástya C5. És lejtünk egy gyalogot. Hopp! A5, vagy C5, és vezére 5. Jó, egy gyalogfórunk van, itt majd ugye próbál C4-ekkel kavarni. Valószínűleg meg is lépj most, sötét. Jobb hien. Na, nézzük meg a Dorina közbere, mire adta. Itt most C4, B4, C3 ugye a kritikus, lehet, hogy C4-re. Hát vagy C4, B4, C3-ra simán Bástya C1, és akkor lehet, lejtjük, hogy azt lenyerjük a gyalogot. Nem? Igen, igen. Valahogy. Igen, hát így viszont, ha nem próbálja meg, így ugye gyalogforunk megmarad, és nem marad játék. Ja, a C4-et meg futóval is le tudtuk. De nem hát, mindhetjük, ja, futó... mert Bástya C4, B4, és lóg a B1. Nem, de Bástya C4-re vezér B8 lógott. Tehát legvalószínűleg C4 nem működött, ott, de így meg jók vagyunk, és a Dorina ezt remire adta. Ezt nem kellett volna. Itt látszik, hogy ezek kétszer is, ugye egyrészt, hogy vezér cserélt, ahelyett, hogy elkezdett volna jobban állni, meg itt is ugye a végállásban is ez egy játszható állás, kicsit jobb állás mindenképpen, ezt se kellett volna remire adni. De a többiek jól állnak, ugye ezt néztük az előbb, nézzük csak. Na, leütöttünk mindent, viszont elment a ló, következőben szerencsére visszaérünk ló D5-re, tehát bajunk nem lesz.
Na nézzük. Igen, igen, B4-et igen. lépett, bástya C4. Ugye B5-re bás, B5-re nem tudom. Lehet, hogy A5-öt lépünk. Lehet, hogy bástya A4, csak ugye bástya A4-re mindig félek, hogy bástya C1 van, és bejön a bástya, akkor baj van. Baj lehet, akkor sincs feltétlenül baj, mert H6. Jó kérdés. Mindenesetre A5 jött, király G7, bástya B1, azért jó ez a bástya C4-en, mert most ebbe a H6-os állásba H4-re ugye bástya G4-en le fogjuk ütni a gyalogokat. Tehát ez nagyon jó itt a bástya C4-en, és így, hogy kiszabadul a király, így már ugye a királyunktól nem kell aggódni, és a futó továbbra se csinál semmit. Tehát ez a D6 futó egész partiban ott áll, de nem nagyon zavarja a sorainkat. Bástya B-t, király G-t, leütjük az első gyalogot, szépen, szépen csinálja nagyon. Leszorítjuk a királyt. Leszorítjuk, toljuk a gyalogot. És sok lépés után először királyunk biztonságban. Ló C3, most ugye valahogy támogatni kell. Ló E4-et is megkapja, ezt mindjárt meg fogjuk nyerni. G4. Ja. Jó, állunk. Kérdés, hogy ló B5-tel játszunk, hogy az A3-at toljuk, vagy pedig vagy simán visszaálljunk ló E4-jel is. És úgy, tehát ízlés kérdése. Igen, utána ezt nem. Vesztett. Anita minőség for. Na, ezt megnyerjük. Nézzük csak, itt te volt, hogy F5. Üt-üt, lógélt, futóbélt jött, amit vártunk. Üt-üt. Igen, ezt se kellett volna neki kiütni, mert nem tudom, most itt sötétnek, nagyon gyorsan bejönnek bástya, A4-en még B4-et is megléphetjük. C3, D4, CD, lódélt. Királya is gyenge lehet. B4, AB, bástya, B4, ilyen ló C3 mattok. Meg gyalog szerkezet, ahogy itt beszéltük, ez a centrum nagyon erős, fehér tisztek semmit nem csinálnak. Valahogy G4-jel megpróbálhat felszedni minket, csak akkor valószínűleg F4-et fog kapni. Ló F3 próbálja javítani, csak B4, és akkor most igen, hogy védi ki itt a B6. Nincsenek vezérek, de ez a támadás továbbra is nagyon veszélyes. És jött is a ló C3 és minőségnyerés. Hát igen, mert különben mat van. Különben mat volt. Igen. Bástya a 8-on. Igen, úgyhogy innen már most akkor egy technikai nyerés van. Király E7, B4, király D6, F6, szabad gyalogot. B gyalog az ugye egyáltalán nem veszélyes, szépen csinálja. Van itt a bástya B3. Ló is lassan el lesz kapva, király C4-re, egy bástya B2, következőben bástya E2 elkapja. Jó technikával, szép, egész szép pati volt. Egyedül ugye, ahogy beszéltük az elején, a király G7 nekem nagyon nem tetszett, mert igen. G4 után ez volt, bástya C8 kellett volna, de miután nem lépte azt meg ja, az most arra kell figyelni, hogy bástya H5-re, G4 után. Nehogy véletlenül kijöjjön egy olyan. Tehát most király E6-ot lépjünk inkább. Igen, bástya 5, G4, beütöttük ezt. Az a baj a G4 után, most ez FG, ló G4, ezek a bástya H4-es állások, azok remik. Bástya H4, ló E3-ra visszaáll. Ott nem tudunk előre menni. Ezt nem kellett volna leütni, mert nincs más lehetőségünk. Ugye FG-re még király E4-et is üthet, mert bástya 5, király F4. Most ez sikerült sajnos elremizni, mert itt király E6 az vége volt, meg G4-re F4-ünk van. Bástya H5-en megengedtük a G4-et, és király E4 az valószínűleg nyeri a gyalogot azonnal. Bástya 5, király F4, igen, ló G4, most bástya H4-jel, ja, arra meg ló F2. Arra is 20R F2, igen. Így van. Igen, azt sajnos elrontottuk. És várja, hogy király E6, és 20R4-re király F5. Igen, a stimmel. Tehát és bástya... meg tudjuk védeni király F5-tel a gyalogot. Igen, tehát bástya H4-re... Ló... Nem tudja lenyelni. Jó, igen, ló E3 akkor. Igen, és akkor király E6, és merre megy a király, vagy a 20R. Mondjuk elmegy a 20-ra, akkor király F5. Igen. Király nem léphet. Igen. Igen, bástya H4, ez kell. Jó, szerencsé, akkor nem ütik az E4-et itt, mert nem tudjuk védeni a gyalogot. Igen. Igen, bástya H4. És ha ló F6, akkor megint király E6. Így van, és király F5. De meg is jött. Ló E3-ra bel, és most király E6, lépéskényszer, mert vagy... De nem, ja, nem tudom, lépéskényszer, ez... király E6, ló C4. Igen, és király F5-re. Király F5-re, ló D6-ra. És király F4, és király F3. Igen, ez a trükk, hogy most megkerüljük. Igen, ló G2, ja. Ez mindenki, ez a vagy. Minden van. Többet látnak sajnos. Na, és bástya H2-re. Ló E3 vissza. Ló E3 vissza. És nem tudjuk. Igen. Bástya G4, ló E3. És így lesz. Igen.
Na, meglátjuk. Hát, ha valamit nem látunk. Pedig reménykedtünk. Igen. És Ádám továbbra is technikailag küzdeni kell, de nyerve vagyunk természetesen. És időnk is több, benyelőre. Ugye a F-fagyjalog, basszus, bejön ez a logénére. De jó, annak ellenére, most gyorsan. Bástya C3? Bástya C3 nyilván elmegy, Bástya B4-re. Tehát küzdenünk kell. Mármint, hogy technikailag ez egyáltalán nem egyszerű. Logénédről mindent véd, ugye. Se lesz még egyszerű. Itt ló D5, nem lépett ló E2-t. Ló D5-öt lépett. És mi a külön? És most bástya H4? Hopp, király F5. Ló E7 csak. És a király nem megy be F3-ra? Király G4, és király E3. És király G3. Az a baj, hogy ott nem megyünk tovább. Biztos megtükközi király E3, bástya F1. F1, ott már csak megnyeljük. Imi közben két gyalog előnnyel már. Ja, bezárni? Igen. Na, igen, megjött hát a akkor B5-ről ment, és ló D4, F3. És a igen, meg különben mattat adott volna ló F3, így meg leüti a gyalogot. Királyunk az meg stabil. Hát így az összes gyalogot leütjük. Leütött mindent. Igen, ezt szépen csinálja. Meg is fogja nyerni hamarosan. Hozzuk a királyt is felé lett. Igen, nagyon jó technikával, türelmesen. Na, most ló D3, futó D2, ló C-t. Igen, és akkor most már ugye H4 is, E-t is, itt már itt ezt kiegyenlítjük a meccset. Benji. Na. Hát az az A-gyalog, az szalad. Ez megy, ezt senki nem állítja meg, és anyagi egyenlő van. Mögé tesszük a ventilátort, és így beszalad. Beszalad. Bástya C7, vezér C4, és akkor vezér D4, A4. Na. Utóbbi jött nagyon hát szép. Hát ez egy gyalog előny. Igen. Jó, nagyon jó. Na, technikával játszom. Annyitok közben nyerve van? Na mindjárt megnézzük. Igen, ezt... A királyunk feljött. Szép technikával játszik nagyon a Bencsi. És igen, hát ugye feladás helyett még megpróbálja így bevinni, de nem változtat semmit. Hát. Utóbbi 2. Anita, akkor... Igen, közben. De hát nem lóg, ugye? Ahogy beszél. Ja, bástyát elnéztük. Hát a bástya. Jaj. Mi történt itt? Mi történt? Király E3, sajnos ez a bástya. Ide. Bástya, ez ló D4. Igen, nem, nagyon nehéz ezeket kijátszani. Sok ilyen elméleti állás van. Itt beléptünk. Igen, nem tudom megmondani. Hát igen, idő hiányában lóval könnyebb jobbra-balra lépegetni. Benji megnyerte. Ő nagyon szép technika, ide majd visszatérhetünk később, hogy azt megnyerte. Meg akkor nézzük az Ádámot. Na, ez nagyon pozitív. Nem tudom, mi történt itt, de sikerült. Itt hirtelen egy perc alatt. Igen, beszaladtunk mindkét bástyával, és a királyunk elmenekül. És ló H6, bástya H8. Bástya H-t, és megmattoljuk. Nagyon szép. F5, bástya G7, bástya G5. Hopp, egy gyalog. Gyalog. Bástya G7, itt meg már több mint egy gyalog fog esni. Vége. Föl is adta. Nagyon szép, és nagyon fontos. Úgyhogy ezzel átvettük a vezetést, és Iminek. Imi az utolsó part. Igen, az meg ugye. Igen, mi jöttünk lépni. Ó, ha és látod, és a 4-2, mindenki 4-2-t mondott. Igen. És mindenkinek ez van, tehát akkor most kell bástya F3, és akkor most fogják feladni. Igen, meg is történt. Most akkor mindenki, aki 4-2-t mondott ennek. Annak jön egy Chess Evolution előadás. Na? Mit szólsz a 4-2-höz? Terelek, ahogy tudok. Mit szólok hozzá? Igen. Elég. Természetesen nagyon hát fontos nyerés, ugye volt. Nem, tökéletesen 4-2. Tökéletesen 4-2. És ugye 3-as tripla győzelem már köztük, ugye a Dél-Afrika az nem annyira, azt mindenki meg fogja verni, viszont az Ukrajna ugye
óriási győzelem volt, és ez a szlovák, ez szintén nagyon fontos volt, mert együtt van a mezőny, tehát egy vereséggel simán le lehet szorulni. Szlovákia okozott már meglepetés, viszont ezzel, hogy most legyőztük őket, így ők gyakorlatilag elszálltak, és kérdés, hogy a többi meccs. Igen, ami elképesztő, hogy az ukránok, azeriek kikaptak a kazahoktól. Azeri kikapott, és ukránok kikap, vagy 4-2-re vertek Dél-Afrikát, úgyhogy Ivancsuk kikapott a 2100-as Barnis Dánieltől. Jó, de ez a Rapid élője, szóval. Igen. Ez nem a valós. Úgyhogy, de így is, úgy is meglepetés nyilván, és a Azerbajdzsán is kikapott. Pedig milyen jó lett volna. Spanyolok is. Hát így nagyon izgalmas lesz. Igen, hogy most mi az állás, ugye a két, a kazasztán is, meg a spanyol, akikkel holnap játszunk, mind a ketten ott vannak elől, és hát kéne tudni, hogy de állunk. De nézzünk egy állást, itt ráfrissítünk. De gratulálunk az összes játékosnak. Hát fantasztikus volt ez a... Úristen! Tripla győzelem, ez zseniális volt. Vezetünk egyedül. Ők még nem tudják. Ponttal. Ők még nem tudják. És nagyon sokan követnek minket. 9, ez 9, az állás. 9. Na, hát most éppen csoport elsők vagyunk a második nap után. Ez igen. Valami egészen elképesztő. És Ukrajna, Kazasztán, Spanyolország egy ponttal mögöttünk, kettővel játszunk, és Azerbajdzsán most elment, de nekik Norvégia, Francia azokat simán verik, és Spanyolország van, igen, akik... Spanyolok és a kazakok. Igen. Tehát azeriek is simán 3 nyeréssel ott lesznek, tehát ez még egyáltalán nincs semmi lefutva. Az is lehet, hogyha nyerjük a kötelező Norvégiát, nem az azért elég. 2 nyeréssel biztos bejutunk. Tehát a spanyol Kazasztán ellen egyet kell igen, nyerni. Holnap kazakokkal kezdünk, és utána jönnek a spanyolok, igen. És utána Norvégia végére. Igen, akkor jobb sorrend Benji. Lett volna igen, Norvégia jobb lenne, elejére, amikor... És a kritikus meccsre Benji fölébred, és valakit ott megcsap a igen. Mindegy, hogy ki ül be ott. Hát ilyen játékkal mindenkit. Igen. Na mindegy, azért így sem rossz, mert azért első helyen várjuk az utolsó napot. És, hát igen, azért ez így nem rossz. De ugye nagyon komoly csapatok, tehát a spanyoloknál is 2700-asok vannak ketten is, Valájú, Anton. Hát megmutatjuk ketten. Itt nektek. A kazakok az ugye jó kis a játékosaik, de az élők nem is olyan nagy, mint amennyire veszélyesek. Ugye ezek a régi orosz iskola, minden olimpián ott vannak a kazakok a élmezőnybe. Kiemeltségben nincsenek elő, mert ilyen 550-es átlaggal szoktak játszani. A nők is ugye nagyon erősek. A nőknek nagyon, nők ilyen harmadik, negyedikek szoktak lenni kiemeltségbe, 400-as átlaggal. Férfiak meg ilyen 550-es átlaggal nincsenek nagyon magasan kiemelve, de mindig ott vannak elő, mert itt láthatjuk, hogy ez a Dzsumabajev, Kazsagalejev, mind a ketten életveszélyes játékosok. Megmutatjuk nektek, miről tehát van szó. Mindkét meccs a kazakok is, meg a spanyolok is olyanok, hogy kiki meccs lesz, és muszáj valamelyik ellen pontot csinálni. Ha sikerül, akkor tovább jutunk. Igen, tehát sikerülnie kell. De ahogy ma játszottunk, úgy biztos, hogy nem lesz probléma, tehát ezt kéne tovább vinni. Na. Hogy is vagyunk közben? Látjuk. Itt vannak a kazahok és a spanyolok. Igen, tehát a kazahok, igen, látjuk a Dzsumabajev, Kazsagalejev. Itt nem játszanak túl fényesen, legalábbis csak az első 3 forduló van beírva. Lehet frissíteni? Ne, megpróbáljuk. Igen, tehát a Dzsumabajev látszólag nem indult túl jól, pedig nagyon jó játékos, meg nagyon veszélyes, 6-ból 2-je van csak. Kazsagalejev sem remekel, reméljük megtartják ezt a formát. Viszont a két cserejátékos, ez a Husnadinov is magamba tud, mindegyiket ismerem, ők is nagyon képzett jó játékosok. A nők ugye náluk mindig erősek, kazaklányok, azok olimpián is mindig éremért játszanak jogosan. A tartalékok is nagyon jók, meg a alap két játékos, és a ifiket én nem ismerem, se a női, se a de az hát az Aszubajevát biztos. 2475 az ifjük? Igen. Meg a másik ifi az meg 2453. De ez ugye a Rapid élő. Igen, de... Tehát, hogy igen, hogy honnan.
Igen. Tehát ez egy nagyon izgalmas itt meccs lesz. Ugye a Bibi Sara, ő is fiatal. Igen, ő van talán Magyarországon most egy folytában. Igen, most már régóta. Igen, az első szombat meg a Rigó János körversenyein játszik folyamatosan. Hát, és igen. A spanyolok pedig szintén látjuk, ugye, hogy Valerio Ponsanton, két 2700-as játékos, gondolom, hogy nem nagyon fogják őket kitenni. Bár, ja, hát, hogyha kiteszik, akkor meg ott a Sirov. Igen. Tehát, igen, három brutál férfi játékos, a női játékosok szintén a Matnadze meg a két igen. nemzetközi mester, férfi nemzetközi mester. Hú, hát ez nagyon kemény. És az ifjük, ez a Henderson, ő 2170-es, de ő nagymester, azt nézem. Igen, hát gondolom, ez nagymester. Nem túl reális. Igen, ő 2500-as nagymester, mindjárt bár mondjuk megnézi. Eddig ugye 6-ból egyje van, tehát furcsa dolgok mennek. És hát azt nyilván tudja, ezt a Garcia Martin Márta ifilányokat őt nem ismerem. Hát igazából az a baj, hogy őt én sem. De... A nevét már hallottam, de szerintem azért, mert valami korcsoportoson érmet nyert a EB-n, VB-n. Uh-huh. Igen, úgyhogy ezek nagyon kemény meccsek lesznek. És a, na, és itt hát a... érkezik a szakmai kérdés, hogy hogyan kéne felállni ellenük. Uh-huh. A spanyolok ellen, mondjuk. Spanyolok ellen? Igen. És az a hányadik parti? A második. Második parti? Hát igen, nehéz, mert mindenkit nagyon jól játszott. Ugye nehéz, mert ugye Anita is jól játszott, Tícia is nagyon meggyőző volt, Petra a szülinapján gyönyörű győzelmet mutatott be, és akkor volt ugye muszáj kitenni valakit. És ilyenkor a nehéz kérdés, hogy most akkor kit. Ugyanúgy a férfiaknál is, ugye Viktor nem volt olyan meggyőző, de neki nagyon nehéz volt ez az ellenfél a Korobov ellen. Tommy nagyon jól játszott, Imi nagyon jól játszott, Benji ugye valószínűleg aludni fog, tehát őt ki kell tenni. Ki kell tenni? Hát jó, reggel 6-kor nem lehet játszani. Azért egyszerűen azt fel sem bírnak járni. Igen, az túl nagy. Hát igen, jó kérdés. És még nézzük meg a harmadikat is, ugye, hogy a norvégok ellen játszunk a harmadik meccsen. Ott is azért van két férfi nagymester, az Agdestein, ugye Carlsennek az edzője volt, meg a Urkedal Frode, ő egy fiatal norvég nagymester, jól megy neki, 6-ból 4-es fele van. Női játékosok két, egy női IM, meg egy női GM. Az egyiket ismerem, az araszt, a Dolzsikovi Olga, jó játékos. És hogy került Norvégiába? Már régóta azt hiszem norvég, meg gondolom, nem tudom. Oda került, és akkor, hogy ez a, hogy ki az ifi, ki a nő, ez a Haugja, őt nem ismerem. Jó, itt azért egyértelműen látszik, hogy a norvég nem rossz csapat, kicsit gyengébb, mint a szlovákok, nagyjából úgy sorolnám be őket, tehát ott azért nagyon nagy favoritok vannak, de nem lehet egyáltalán lebecsülni őket. Viszont a másik kettő meccs az teljesen kiki meccs lesz. És hát ugye a többieket se lehet elfelejteni, tehát itt van Azerbajdzsán, aki jelenleg 8 pontra van, viszont gyenge ellenfeleik vannak hátra, tehát minden bizonnyal megnyerik az összes meccsüket, és hogyha megnyernék mind a három meccset, mi az egyiket véletlenül elvesztenénk, akkor ugye már megelőznek minket táblaponttal. Tehát ez a holnapi nap még óriási izgalmak várhatók, így, hogy teljesen felborult a mezőny. Igen. De itt van ez a De La Fuente a igen. spanyoloknál, akire mondtad, hogy hát 2-1-es nagymester. 2003-as születésű. Igen, tehát nagyon fiatal, igen. És ugye 2-5 körüli játékos. Igen, az a kérdés, tehát, hogy az élője is ott van. Igen, hogy 2-5-es játékos, 17 éves, hogy ifi táblán 6-ból 1-jel áll. Tehát igen. 2350-es átlag ellen 1 nyerés 5 vereség. Tehát nyilván jó játékosról van szó, de... Én azt is el tudom képzelni, hogy valakit újat betesznek, mert akiket ugye ott látok... De hát annak csak örülünk, ha kitesznek egy nagymestert. Hát csak, hogy valaki mást is játszatnak a kiszámíthatóság hát jó, ellenében. Igen, csak azért kritikus lesz nekik is, mert ők is vesztenek, akkor minden bizonyára elszállnak. Tehát igen. Nekik muszáj lesz nyerni ellenünk, meg kell próbálniuk, és... akármennyire rossz formában van egy nagymester, mondjuk nincs tartalékuk. Ahogy látom, csak ő neki muszáj játszania. De itt vannak a tartalékuk, csak ők még nem játszottak. Ja, hogy nem játszottak, csak van. A listán tehát vannak. Akiket itt a listán látok, ők az összeset, ugye látjátok, hogy ki hányat játszott, uh-huh. Ugye gyakorlatilag alapcsapattal játszották végig. Igen, a listájukon van még plusz 6 játékos, aki egy partit se játszott.
Így van. Tehát, hogy most holnap fogják felavatni. Ugye Matnadze ott látható, hogy hadban. És ott, amit mondtál ennek a 500-as nagymesternek, akinek most nagyon nem megy, a cseréje az egy Guinness Esto Pedro Antonio, aki ilyen szintén. Igen, tehát simán lehet, hogy egy 2-1-es ugyanúgy ilyen. Simán lehet, hogy egy nemzetközi mestert fognak inkább a nagymester helyet játszatni, mert... Csak a meglepetés miatt. Hát meg ugye 6-ból egyet nem, nincs top formában. Hát igen, azért az sem. Igen, úgyhogy zseniális volt ez a mai nap, viszont nem lehet átradőlni, mint látjuk, mert igen, korai lenne. Úgyhogy gratulálunk minden gratulálunk a csapatnak, azért nézzük meg még egyszer ezt a gyönyörű kis tabellát, hiszen nem véletlen első helyen vagyunk. Igen, ezt jó nézni azért igazából, ezt most jaj. Mehet ki, a kapitány már gondolom Facebookon posztolta. Biztos vagyok benne. Igen, nem tudom, hogy volt-e hozzászólása a kommentárban, hogy valamilyen érdekes kérdés. Továbbra is ez a kérdés, hogy hogyan kellene felállni a csapatnak. Próbálok kibújni, de... nem menekülsz. Hát igen, Benjit nem lehet betenni, és akkor két agresszív ember van ott, ugye a Valerio Anton, igen. Vagy a Sirov, hát igen, három nagyon agresszív játékos. Ugye van most egy Balogimi. Nekünk meg a Viktor Tamás és Balogimi. Vános Tomi. Igen. Belőlük kell válogatni a délelőtti, vagy a korai partinál. Igen. Igen. Jó kérdés. Igen. És a népnél, és hát a ott meg mindenki jól játszott mindenki most igazából. Játszott. Anita ugye a végén kellett. A Csang ugye most elvesztette ezt igen. a partit. Hát, de mondta, hogy akkor nyer, igen, amikor a legnagyobb parti. Szükség van rá. Úgyhogy... Igen, az ukrán az legnagyobb szükség volt, és a holnapi is kép legnagyobb holnap. Szükség lesz, úgyhogy, igen. Úgyhogy ha a szavánál akarjuk fogni Csangot, akkor... Akkor be kell rakni. Akkor be kell rakni, viszont nem egy egyszerű döntés, mert azért nem eddig játszott se játszott olyan jól, meg most is hibázott többször, és a többiek meg jól játszanak, tehát a Petra is, Anita is szépen játszott, jó, most a végén elnézte sajnos a Bástyát, de szépen játszott egyébként. Meg a, ugye itt látjátok a holnapit. Kazak, spanyol, norvég. Igen, kazahokkal kezdünk. Igen. Azért az egy meghatározó. Igen. A spanyolok viszont sziesztázni fognak. Tehát ők ahhoz vannak hozzászokva, hogy 5 órakor kezdődnek ott a partik Spanyolországban. Ők nem szeretik az ilyen 1-2-es partit, mert ilyenkor ebéd után ott punyadnak 100 fokban, úgyhogy olyan szempontból az pozitív az előny, számunkra, előnyünkre válik. Hogy igen, az a 2 órás kezdés számunkra kedvező. Mondjuk a kazaoknak is ilyen ebéd szünet körüli időpont hát igen, lesz ott, ez, tudom, plusz 3, 2, 3, hát kb. Igen. Hát akkor ők az meg ebéd után lesznek tele hassal. Ez a kazak meccs, ez veszélyes, tehát ezt nem szabad lebecsülni, és... Egy remés, egy győzelem kell a továbbjutáshoz. Igen, az viszont óriási, mert így az egybe Norvégot kapitán. Be kell húzni, és jó, azért objektíve úgy gondolom, hogy talán a kazaspanya mindkettő kemény, de minimális favoritok mi vagyunk, és ha csak egy remit kell ezekből fogni hát a továbbjutáshoz, nyilván azt nem jó lenne nem úgy hagyni, hogy a norvégok ellen egy kötelező győzelem maradjon a végére. Jobb lenne bebiztosítani hamarabb, de... Hát igen, ugye Ukrajna és a kazak csapat is ott van. Igen. A nyakunkon, meg hát ugye a spanyolok 9 ponttal. Ott vannak Kazakszán, a hárman, ott vannak a nyakunkon, és Azerbajdzsán meg 3-at fog nyerni. 2 gyenge ellenfél, és jó játszanak a spanyol igen, ellen, ami tehát ott meg azért... De Azerbajdzsán 3-at nyer, akkor ők az a baj megelőznek minket, ha mi vesztünk egy meccset. Igen, tehát nem szabad. Tehát veszteni. Gyakorlatilag a többi csapatot mondhatjuk, hogy elszálltak, viszont ez az 5 csapat, ezek közül 2 ki fog esni. Nagyon ott van egymás hegyén hátán. Igen. Mindenki veszélyben van gyakorlatilag, itt senki nem nyugodhat meg. Láthatjátok ugye az azerieket, hogy még a 8-es, 9-es kiemelten. Még mindig azt mondanám, Norvég, hogy mi Francia. Ukránok és az Azerbajdzsán a favoritok, annak ellenére, hogy kazaspanyol per pillanat jól áll, de bármi lehet tényleg. Hát bármi lehet. Ez egy izgalmas zárónap lesz holnap. Igen. Úgyhogy összegeznéd a mai napot, a mai teljesítményt? Hát nehéz bárkiről rosszat mondani, mert ugye 3 győzelmet nem kell megmagyarázni. Igen, inkább, voltak jó partik, voltak kevésbé jó partik is. Elnézések, voltak hibák, voltak akiknek kicsit össze kell szedni magukat, mert igen,
voltak elnézések, és de a csapat szempontjából minden tökéletesen alakult. Igen. És akkor egy napot ki kell bírni, utána meg lehet készülni. Igen, az lesz még az érdekes, hogyha majd ugye a 30-án ott lesz egy NB1, és hát olimpián kellene játszani a játékosoknak. Igen, na még ne szaladjunk ennyire előre, holnapi napot. Az még egy izgalom lesz. De én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és hogy újra a hálósok köreiben köszönhetünk. Én is köszönöm, hogy és itt lettem. Nézhettek és nézhettek téged a nézők. Fantasztikus voltál, és várunk vissza máskor is. Köszönöm, remélem, hogy mindenkinek tetszett, és találkozunk még. Igen. Köszönjük úgyhogy nektek a figyelmet, kövessetek holnap is. Holnapi adásban Mihok Oliver nagymester, és Szabó Bence nemzetközi mester lesz a ti házigazdátok. Velük találkozhattok holnap, így én is megköszönöm a figyelmet. Elnézést kérünk a hang problémáért, reméljük ez holnapra sikerül kiküszöbölni, és várunk titeket holnap 12:30-kor. Sziasztok! Sziasztok!